Ura, üdvözlök mindenkit, szevasztok! Berobbantam, Erik mindjárt leesik a székről. Üdvözlök mindenkit, szép estét kívánok, szevasz Giszke! Üdvözletem mindenkinek, családiasan 135-en vagyunk egyelőre, kis család. Üdvözlök mindenkit, szevasz Marika! Jó régi új arcokat is látni. Hát nagyon örülök itt azoknak, akiket már ismerek, azoknak is örülök, akiket még nem. Szevasz Gabi! Köszönöm szépen, hogy kérdeztél e-mailben. Gabi és Giszke is kérdezett e-mailben. Szevasz, Robi! Tényleg. Egyszerre mondtam, két Robit egyszerre láttam tulajdonképpen, egyszerre tudok nektek köszönni. Üdvözlök mindenkit! Szia, Piroska! Hölgyek, urak! Mindjárt bele fogunk kezdeni. Ugye ilyenkor azért szokott lenni egy-két perc, amire megérkeznek a többiek. Tehát azért egy picit fogunk várni, aztán nekiindulunk ennek a mainak. Kemény a téma. Így maxoltam ki három katát. Ha láttátok azt a sarat, amit én kaptam social médiában ezért, nagyon-nagyon komoly, nagyon imádom. Aki ma van itt először, és még nem látott esetleg engem, hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, én Tusnádi Roland vagyok, szolgáltatás alapú vállalkozókat mentorálok, ez az én becses címem, hogy így fogalmazzak, és ma arról fogok beszélni, hogy hogyan maxoltam ki három katát, ami nem adott csalás, erről később lesz szó. Mai nap folyamán a könyvelőmmel is elég komolyan kellett egyeztetnem, hogy itt mi van, mi történik, fogunk erről beszélni, hogy néznek ki ezek a számok. Hogy néz ki ez a három kata? De mielőtt ebbe belevágunk, úgy szoktam kezdeni ezeket a webinárokat, hogy megkérlek titeket, hogy interaktálódjunk egyet. Honnan vagytok? Hogy hívnak titeket? Honnan vagytok? És mi a foglalkozásotok? Ezzel szeretném kezdeni. Kérem szépen, hogy ragadjatok billentyűzetet, és a chatben osszátok meg ezt velem, hogy honnan vagytok. Ha érkeztek videóval, mint ahogy azt mondjuk tette József, köszönöm szépen, Józsi, ha érkeztek videóval, akkor azt nagyon-nagyon imádom. Mégiscsak ugye azért nehéz a Zoom formátum egy előadónak. Tehát nagyon meríti az embernek az energiáját, nagyon meríti az én energiám is, és annyi, hogyha írjátok mellé a foglalkozást is, azt nagyon köszönöm. Tehát ha írtok mellé egy foglalkozást, szia Sára, üdvözlök mindenkit. Szóval, hogy meríti azért az előadónak az energiáját ez a Zoom formátum, mert hát mégiscsak jó lenne egy 100, most 174-en vagyunk, mégis jó lenne egy 175 fős teremben lenni ebben a pillanatban, és más lenne nekem is a hangulat, meg azért az lenne az igazi. De hát benne vagyunk ebbe a történetben, amin azt gondolom, mind meglepődtünk tavaly, amikor beérkezett, erről is lesz szó, hogy ez mondjuk hogyan, nekem tavaly ez mit okozott a vállalkozásomban, a cégem esetén. De hát egyelőre próbálok, én ezzel próbálok nektek hozni valamit, hogy most minden héten, az elkövetkezendő hetekben folyamatosan érkezem webinárokkal legkülönbözőbb témákban, történeteket, tapasztalatokat igyekszem megosztani. Nézem, hogy Kik vagytok a mai, kik érkeztetek? Ezt gyorsan nézem itt a chatben, köszönöm szépen, hogy jeleztek. Próbálok is visszaérni az elejére. Anditól kezdem. Andi írta, hogy Győr, sziasztok, Győr, kineziológus. Feri írta, hogy sziasztok, Feri vagyok Budapestről, építészként vagyok itt. Krista írta, hogy Krista, mely Mouse-ból? Gondolom, ha jól sejtem, ez Anglia lehet, talán Skócia, Anglia. Idegen nyelveket tanítok, plusz magyar, mint idegen nyelv talán. Krisztián írta, hogy lövészet oktató. Zsóka írta, hogy Budapest, jelmezkészítéssel foglalkozom. Ati írta, hogy Dunaharaszti pénzügyi vezető, Lili Csongrádról, esküvi dekoratőr, Robi egészséges pénzügyekkel foglalkozom Budapestről, Éva Debrecen közgazdász, Erik, remélem, hogy hamarosan Erik csapatunknak tagja lesz, ennek a folyamatában vagyunk. Éppen Erik írta, hogy szanyról szövegfabrikáló. Ennyit írt Erik, úgyhogy ma is már mennek az interjúk, az előző időszakban izgi lesz, mert Erik elkezdett ma mély interjúkat csinálni az ügyfeleinkkel. Sokszor megkapja az ember tanácsadóként azt, hogy hát jó, neked könnyű, mert abból gazdagszó meg, hogy másokat megpróbálsz gazdaggá tenni, meg eladod a gazdagságnak az ötletét, de sokszor megkapja az ember tanácsadóként, az az igazság. Ezt én is sokszor megkapom. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor megkapom. Hát ezt próbáljuk mi úgy kivenni ennek a dolognak az méregfogát, mert hogy hála Istennek valódi eredmények vannak nálunk az ügyfeleknél. Nem arról lesz, hogy csak én gazdagodtam meg ebbe az egész sztoriban, akkor szomorú lenne ez a mai előadás. Arról beszélni, kimaxoltam három katát az ügyfeleim pénzéből. Hála jó Istennek nem így van. Az ügyfeleim is tudtak növekedni, ki jobban, ki még jobban, ki kevésbé, olyan is volt, tehát legyünk reálisak. Ezért készítünk mély interjúkat az elkövetkező időszakban, amiket Erik fog készíteni az ügyfeleinkkel, úgyhogy majd ebből láthattok jó párat, ezeket nagyon várom. Nem az lesz a lényege, hogy mindenki elmondja, hogy Roli nagyon jó, félistenként dolgozik, hölgyek, urak, nem ez lesz a lényege, az lesz a lényege, hogy valódi tanulságokat, valódi tanításokat adjunk át, azokat a dolgokat,
amik tényleg működnek, és amelyeket ti is tudtok használni. Tippek, trükkök. Ármin, milyen kedves, most ebben a pillanatban pont láttam, hát így szemem ezeket azért gyakran észreveszi, hogy írta Ármin, hogy én már rolizok, Service Mastermindon belül Roli a legjobb döntésünk volt a felesége. Mert remélem, hogy egymás után, ugye? Tehát, hogy ezt reméljük, de tudom Árminék már csodálatosan szép pár Ármin és kedvese Eszter, úgyhogy igen, és Ági is érte. Na, de miért az elején itt arról menne, hogy egyből még nem lehet semmit, tehát még nem lehet semmihez csatlakozni, végén nyilván lesz egy kis ajánlatom erre a mai történetre, de vágjunk is bele, jó? 25 perc van, ez volt a tisztességes idő, amíg vártunk, vágjunk bele, miről szól ez a mai webinár. Így szólt ugye a mai webinárnak a címe, hogy így maxoltam ki 3 katát, ami, mint ahogy azt említettem nektek, nagyon-nagyon, tehát a magyar ember nem az. Én egy optimista fazon vagyok, de a magyar ember nem az, aki megveregeti a hátat, hogyha te kiírod, hogy bizonyos összeget kerestél. Alapvetően abban az országban élünk, ahol te kiírod, hogy bizonyos összeget kerestél, akkor ennek nem szokta körülni az emberek, és azért mondom, hogy érkezett a komment háború tulajdonképpen irányomba is, ahol próbálták az én napomat, meg az én púzusomat egy kicsit megmozgatni az emberek, de mi a beszélünk erről, hogy mit jelent ez a 3 katát maxoltam ki, hogy ez hogyan állt össze ez a történet. Az a mai webináromnak az ígérete, hogy megmutatom neked a módszereket, a tanulságokat, amely által 45 plusz 12 millió forint nettó bevételre tettem szert, tehát ez összesen ugye 45 plusz 12 millió nettó, 45 ez a cégemnek a nettó, és a 12 millió az a kata, mint alanyi adómentes, amit szintén mondhatunk ugye nettónak. Erről fogunk ma beszélgetni, az volt a 2020-as bevételem, és hála Istennek nem csak a bevétel volt szép, hanem azért ebből a nyereség is egy szép dolog volt, amit már egyértelműen látni fogjátok, például, hogy 2019-hez képest azért egy jelentős nyerességnövekedés történt, hiszen 2019-ben szép volt a bevételem, de nem volt olyan szép a nyerességem, úgyhogy most erről is fogunk beszélni, hogy ezek minek voltak köszönhetőek ezek a változások. Oké, ez a mai webináromnak az ígérete, ezen kívül a célom ezzel a mai webinár az 3 dolog, jó? 3 célom van ezzel a mai webinárral. Az első az, hogy átadjam, hogy milyen tényezőket vegyél figyelembe, ha növekedésre szánod magad vállalkozóként. Jó, tehát erről fogunk beszélgetni, hogy milyen tényezőket vegyél figyelembe. Nagyon sokszor nagyon vonzó a növekedés vállalkozóként, de nem biztos, hogy mindig szolgál minket. Sokszor az egónk játszik velünk, erről fogunk beszélni, milyen tényezőket vegyél figyelembe, amikor úgy döntesz, hogy vállalkozói növekedésre szánod magad. Kettes célom ezzel a webinárral, az, hogy elmondjam nektek azt, hogy az én véleményem, az én tapasztalataim alapján mi az első számú gátja a növekedésednek. Jó? Tehát ez a második, mi az első számú gátja a növekedésednek, nyilván itt is vállalkozó értelemben értve. És a harmadik célom ezzel a webinárral az nem más, mint hogy beszéljünk arról, hogy hosszú távon hogyan törhetsz ki az órabér csapdájából. Ez egy izgi dolog, erről még nem nagyon beszéltem. Hogyan törhetsz ki az órabérezésnek a csapdájából? És akkor itt megyünk is tovább, ugye említettem azt, hogy én erről még nem nagyon beszéltem, aki esetleg a mai este lenne itt először. A mai este lenne itt először, nektek tisztességesen bemutatkozni, engem Tusnádi Rolandnak hívnak, és a cég, amiről beszélünk, ez a Tusnádi Consulting Kft. Fiatal korom ellenére 27 éves vagyok, holnapi napon leszek 28 éves, most már azért közeledek én is a tripla X-hez. Ezzel együtt egy olyan 14 éve próbálkozom a vállalkozói tengeren evezni, hogy így fogalmazzak. Hála Istennek több sikerrel egyelőre úgy tűnik ez, de hát majd a végén nézzük meg, hogy hol alakult ki ez a történet. Jó? Tehát, hogy ezt megnézzük majd a végén. De az a lényeg, hogy én az elmúlt mondjuk 13-14 évben egy jó 7 évig foglalkoztam egy olyan dologgal, ami sokaknál kiszokta csapni a biztosítékot, ez az online póker, nekem ez volt az első vállalkozásom. Az online pókerrel, ha valaki közelről megismerkedik, akkor rá tud jönni, hogy ez egy hosszú távon tudás alapú játékról beszélünk, ahol az ember nem a kaszinó ellen, hanem ember ellen játszik, és ez már önmagában emiatt nagyon hasonlóvá teszi a sakkhoz. Annyit csináltak az online pókerrel, azért nem ugyanolyan, mint a sakk, tehát tudok nyerni egy nálam jobb játékos ellen, mert belekeverték a rövidtávú szerencsét a játékba. Jó, ez olyan, mint a sakkba belekevernénk a rövidtávú szerencsét. Tehát lehet, hogy játszol egy kimagasló sakjátékos ellen, sakkmesteren, belekeverik a szerencsét, és akkor ez a történet egy picit megváltozik. Na, így működik a póker. Igazából elhiszik az emberek, hogy tudnak nyerni hosszú távon a jó játékosok ellen, vagy profi játékosok ellen, sajnos nem. És ezt általában a grafikon bizonyítja is.
talán a héten pont három e-mailt küldtem nektek pókerrel kapcsolatosan, valaki azt látta, akkor mellékeltem grafikonokat is. Tehát ez volt az én első vállalkozásom, itt tanultam meg azt, hogy legyek a saját magam főnöke, itt tanultam meg azt, hogy a nagymamám mennyire nem örül annak, hogy nem lettem végül diplomás ember, és a pókert választottam az iskola helyett. Tehát ilyen dolgokat itt tanultam meg igazából, hogy az életben nem mindenki tapsikol se a családból, se a barátok közül, amikor mi úgy döntünk, hogy mi a vállalkozói álmainkat fogjuk megvalósítani. Jó? Tehát ez az, amit még így hozzátennék. Eltelt ez a 7-8 év a pókerben, és én 2016-ban úgy döntöttem, hogy ennek a történetnek legyen vége, és én visszamennék az eredeti álmomhoz, az eredeti vágyamhoz, ami nem más, mint hogy érdekes emberekkel beszélgessek, interjúkat készíthessek, szerepelhessek, előadhassak, de nekem ez volt, Frey Tamás volt a példaképem. Ezért döntöttem úgy, hogy 2016-ban indulok ezen az irányvonalon, majd 2017-ben kezdtem el foglalkozni coachinggal és önismerettel. Jó? Tehát nekem van egy coach minőségem, minden, amit ma tanítani fogok, az gyakorlati tanács, mindet először én magam végigjártam, tehát nem az van, hogy egyből üzleti mentoringgal kezdtem volna, ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy én először coachingot értékesítettem, önismereti szolgáltatásokat értékesítettem, és ez volt igazából az én mantingem, az én egyetlen dolgom, erről majd még ma később fogtok hallani. Ez az egyetlen szolgáltatásom, 3 hónapig, 6 hónapig dolgoztam együtt egy ügyféllel, nem volt soha órabér, 3-6 hónap bizonyos összegekért, több százezer forintos csomagokért dolgoztam egyetlen egy emberrel, magas figyelemmel, tehát volt összesen még 8-10 ügyfelem, velük dolgoztam 3-6 hónapig, több százezer forintokért ezekben a megállapodásokban. Éppen ezért ma már én alapvetően abban segítek az embereknek, szolgáltatás alapú vállalkozóknak, hogy hogyan alakítsanak ki prémium ajánlatot. Jó, ez az, amiben én segítek, de prémium ajánlatot szeretnék kialakítani, egy csomagajánlatot szeretnék kialakítani szolgáltatás alapú vállalkozóként, akkor én vagyok az embered, alapvetően ebben tudok neked segíteni. Három év alatt, az elmúlt 3 évben, 2017-ben kezdtem ezt a történetet, és akkor még először az első pár millió még jutottam, ha bár egy erős kezdés volt, mert 2017-nek a nyarán egy 3 millió forintos hónappal kezdtem szinte egyből, úgyhogy azért ez egy erős kezdés volt, amit 3-mal el kell osztani, de egyből megvolt a havi 1 millió a coaching vállalkozásomban ezzel a módszerrel, amit ma már másoknak is átadok. Utána ezt a módszert úgymond 2018 elejétől kezdve először 6 embernek, aztán szépen tudjátok nőtt, tehát 6, 16, 48 ember, és egyre több embernek nagyon személyesen, szintén 3-5 hónapos együttműködésekbe adtam át ezt a technikát, és így közel 400 emberrel tudtam együtt dolgozni, akik olyanok, hogy szoktam volt mondani, hogy ha mondasz egy nevet az ügyfeleim közül, akkor meg tudom mondani, hogy pontosan neki mi volt ott a kihívása azon az adott ponton, mennyit keresett, amikor velem együtt dolgozott, mennyit növekedett, stb. Tehát ez egy nagyon személyes együttműködés volt ezekben a 3-5 hónapos csomagokban. 250 tréningnapot tartottam, 300 YouTube videót csináltam, 500 Zoom call tartottam. Ezért azért mondom, ezek a kötelező elemek, ha valaki esetleg nem ismert volna, ezek vannak, nem kitaláltam tegnap, hogy ez milyen jó dolog lesz ez a webinár, amit most hozok nektek. Tehát ennyit szeretnék tisztába tenni, de tudom, hogy mindenki azt várja, hogy menjünk a juicy, az igazi részhez, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani előjáróban. Az, és emellett szeretném azt elmondani, hogy nem az iskolapadban ülsz, ezt akik webinárra járnak hozzám, vagy megtanulhatták, nem az iskolapadban vagyunk, ez azt jelenti, hogy azok az embereket ismerek, akik olyan vállalkozóikre példaképként tekintek, ők mindig azt veszem észre, hogy ha elmegyek velük valahova, mindig ők azok az emberek, akiknél van egy füzet, meg egy toll. És olyan szorgosan jegyzetelnek, hogy tényleg mind a kisiskolások a padban, hát egy jó kisiskolás, tehát nem egy olyan, aki nem jegyzetel, mert dacos kiskölök, hanem aki tényleg jegyzetel szorgalmasan a tanárnőnél, egy olyan úgy, ilyen állapotban mennek át ezek a sokszor egyébként milliárdos vállalkozók. Ugye ez egy könnyű, nyilván bevétel alapján könnyű dobálózni. Milliárdos vállalkozó. Hát hála jó Istennek, ők jegyzetelnek, te sem az iskolapadban, azt kérem tőled, hogy jegyzetelj erősen. Oké, most nagyon kell majd figyelni, mert lesz egy kis matek. Jó? Tehát gondolkodtam, hogy ezt a végére hagyom, de inkább legyen az elején. Ugye többen itt akkor kérdezték, szerintem lehet, hogy esetleg van is olyan, aki úgy érezte, hogy hát ő csak megnézi, hogy ez az egész igazából hogyan jött ki ez a 3 kata, meg miről is van itt szó. Nem, ez továbbra sem egy. Lehet, hogy a navosok is egyketten becsatlakoztak, hogy mi ez a 3 kimaxolt kata, meg ez hogyan jön össze, hát akkor minél szép estét kívánok a navos kollégáknak is, nincsen rejtegetni valom, úgyhogy köszi Robi, hogy visszaintegettél, tehát nincsen rejtegetni valom, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a számokról, jó? Felhívtam ma a könyvelőmet, beszéltem vele is, hogy minden az utolsó pillanatban még lehető legjobb legyen. Fontos elmondani azt, hogy még ilyen 1-2 milliós változások majd lehetnek, mert egy cégnek az árása az nagyon sok esetben csak májusban történik meg a következő évben, jó? Tehát ezt hozzáteszem, könyvelő általában májusban szokott zárni, vagy májusig kell ezt az árást elvégezni.
Ezekről fogunk beszélni. Próbálom ezt közérthetően, hiszen én is emlékszem, amikor egyéni vállalkozó voltam, akkor nagyon nem értettem, hogy hogyan dobálóznak a céges számokkal. Ugye, halljuk ezeket a nagy számokat, az fogalmunk nincs, hogy ki mennyit keres. Én szeretem így felnyitni a motorháztetőt, és én örültem volna anno, hogyha nekem is így nyitogatták volna a motorháztetőt, és azt mondták volna, hogy figyelj, ez az árbevétel, de egyébként ennyit kerestem. Jó? Tehát most egy ilyen típusú dolog lesz. Sőt, tovább megyek egyel. Képzeljétek el, hogy azért volt ma egy nagy fennfordulás a Facebook hirdetéseim alatt, amikor reggel a párom ezzel köszöntött, hogy láttad, hogy micsoda a fennfordulás van a Facebook hirdetések alatt. Mondom, nem láttam, Manó. Hát annyi történt, hogy egy-ketten elkezdtek beleállni ebbe a történetbe, hogy de hát ránéztünk a cégedre, hát veszteséges a céged, meg ilyeneket elkezdtek irogatni. Gyorsan ránéztem én is a cégjegyzékre, és 2020-as beszámolóm még nem volt közzétéve, tehát abból alapból nem tudtak volna mit levonni, de 2019-es volt. És képzeljétek, hogy sajnos 2019-es beszámoló ez félrevezető volt, mert ők sajnos nem tudtak egy trükköt, amit én tudtam. Ez a trükk ez úgy néz ki, hogy, és ez most tényleg ez a része az lesz, hogy figyelni kell sok adat, sok szám, meg ilyen dolgok, jó? Majd a lényegre figyeljünk, ha túl sok a dolog. Tehát egy cég esetén minden évben közzé kell tenni egy beszámolót, amiben tulajdonképpen te olvashatsz annak a cégnek az adataiból. Megnézheted azt, hogy amit mond, az mennyire van ugye a számok nyelvén, mennyire van ott mennyire van köszönő viszonyban azzal, amit ő mond. És nekünk, ha valaki ránézett, például meg szokták nézni a rutinosak az Opten nevezető oldalt, ahol megnézik, hogy a cégnek milyen a beszámolója, és ezzel gyorsan is letöltöttem a saját 2019-es Optenem, és meglepődtem, hogy hát csak 25 millió forint bevétel van odaírva, ez volt a bevételem, tehát ez a nettó bevétel, ami beérkezett hozzánk, ez egyáltalán nem a nyereséget jelenti, hogy mennyi marad a vállalkozó, 25 millió érkezett be is, mert ez, és mínusz 2 millió az eredmény. Hó, és ebbe kötöttek bele azok, akik szerettek volna belém kötni a Facebook hirdetések alatt, hogy hát de 25 millió és mínusz 2 millió. Igen, csak hogy annyi történt, hogy nekünk volt egy váltásunk, cégnél, ha van egy KFT-d, akkor lehetsz például TAU-s, az a nyereségadó, meg lehetsz például kivás, egészen eddig 1 milliárdig, most már 3 milliárdig lehetsz kivás. Ezek adózási formák, most ebben nem is mennék bele. Az volt a lényeg, hogy a könyvelőmmel, amikor beszéltünk 2019-ben, akkor azt javasolta, hogy mi váltsunk a TAU-ról a Kiva irányába, mert hogy 1 millió adót meg fogunk spórolni. Ne, megint csak teljesen legális dolgokról beszélünk, válthatsz, hogy te kivás vagy, TAU-s vagy, meg kell nézni, ki kell számolni neked, ha céged van, akkor melyik éri meg jobban. Kiszámoltuk, nekem a Kiva éri meg jobban a TAU helyett, a nyereségadó helyett. Oké, váltsunk a TAU-ra, váltottunk a TAU-ra, na és ez vitte félre, hogy nem néztek mögé, mert egyébként ha letöltötték már az adatokat, akkor látták volna, hogy ez nem 25 millió, és nem mínusz 2 millió, hanem ezt 2019-ben, úgymond májusban alapítottam a cégem 2019-ben, és olyan, mintha két beszámoló lenne 2019-en belül. Tehát alapból részévről beszélünk, májustól decemberig, lassítok egy kicsit, májustól decemberig részévről beszélünk, de még ezen belül is volt két lezárt beszámolónk, mert hogy volt egy TAU-s, és válthatsz évközben kivára, tehát volt 3 hónapunk, ahol kivássak voltunk. Magyarul, és ezt akkor a könnyedség véget viszont be fogom ide másolni, ezt a számot, itt egy másodpercen belül, magyarul a 2019-es évünk, az így nézett ki, hogy 2019-ben igazából két lezárt dolgunk volt. Egy 25 milliós forgalom, ez a nettó forgalom, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk veszel egy tőlem valamit 500 ezer forintért, akkor én azután az állambácsinak minden hónapban elég komolyan fizetem az áfát, ez hozzám nem igazán jut el, mert szolgáltató cég vagyok, tehát én befizetek abból 27% áfát, amit te kifizetsz, én azt utalom tovább kb. Az egészet állambácsinak. Ez azt jelenti, hogy ez a nettó bevételünk, jó? Ezt még 1,27-tel igazából meg kell szorozni, és akkor így jön ki azt, hogy valaki azt mondja, hogy 70 milliós cége van, jó? Tehát itt megnézzük a 2019 komplettet, és mindjárt ide rakom, hogy ne kelljen ebben nagyon igazából számolgatni. Itt a 2019-es komplett. Igen, 2019, ott vagyunk. 43? Nem. Na, még egyszer, ez 2019 év. Komplett. Ja, most ott beraktam, csak nem volt ott. Oké, 19 év komplett. 43 millió forgalom, ez volt a cégnek a forgalma. 43 millió. Ehhez, ha ezt megszorzod 1,27-tel, 43-szor, jó kemény matek órát tartok itt az elején, nem, mert ezt támítottok valószínűleg. Tehát megszorozzuk 1,27-tel, akkor 54 millió a bruttó bevétel a KFT-nak, és ehhez az 54 millióhoz, ha neked van egy KFT-d, és figyeljetek, ez fontos, ha van egy KFT-d, akkor te még a katádat ugyanúgy kimaxolhatod,
Tehát én, mint Tosnádi Roland, egyéni vállalkozó, tanácsadó, én tanácsadást végeztem egyéni vállalkozóként, ahol ugye ha 12 milliót kerestem, akkor a 12 millió az maradt nálam. Most többen jöttek ezzel a 3 milliós határral, hogyha ugye idéntől lett bevezetve, hogyha Katába egy személynek 3 milliónál többet számlázol ki, akkor van egy 40%-os adó, amit annak kell kifizetni, akinek te számlázol. De ez a legtöbb ügyfelemnél tök irreleváns, mert olyan emberekkel dolgozom együtt, akik általában sok embernek számláznak 300-500 ezer forintokért, ezért ez a 3 millió, ezt nem szokták átlépni az emberek. Magyarul leegyszerűsítem, jó? 2019-ben, tudom, hogy sok, nekem is ez tényleg annó, nem értettem, akkor sok lett volna. Norbi beírta ilyen kedvesen nekem, hogy a lényeget, amiről a webinár cím szólt, nem érdekelnek a céges adatai. Norbi, imádlak, nagyon kedves vagy. Ha nem érdekelnek a céges adatai, szerintem ezzel lehet ezt megalapozni. Úgyhogy menjünk ebbe az irányba. Tehát itt volt a 19-es év, 43 millió volt a nettó forgalom, plusz még ehhez jött hozzá 12 millió kata, és ebből 37 milliót költöttem, elég sokat, és plusz 6 millió lett a cégben az eredményem, meg a 12 millió kata. Tehát ez volt igazából a 18 millió forint nyereségem, úgy döntöttem, hogy nem veszek ki, tovább vittem következő évet. Nem vettem ezt ki a zsebembe osztalékként, ez fontos elmondani. És egy másodperc, és itt van a 2020-as, amiről beszéltünk. Jó, tehát itt a 2020-as történet, hogy mi történt 2020-ban? 2020-ban megtanultam jobban bánni azzal, hogy hogyan költök, és igazából egy sokkal szebb dolog jött ki. Tehát 2020-ban ott vagyunk, hogy 12 millió forint volt a katám, ami szépen ugye az én zsebembe érkezett, mint Tusnádi Roland magánszemély, egyéni Tusnádi Roland magánvállalkozó, és ezután csak a havi 50 ezer forintot fizettem, és ezután volt a 45 millió forint nettó bevételünk, amiből 23 milliót költöttünk, és így 22 millió nyereség jött ki. Tehát ezek a mai számok, már én eddig 24-ről tudtam, kicsit ma szomorú voltam, hogy 24 helyett 22, így nem volt teljesen igaz a három katta, de azt mondom, közel vagyunk, tehát azon az 1-2 millió már barátok között ezzel nem veszünk össze talán. Jó? Tehát, hogy ez igazából a történet, és ennyi a mögöttes matek erő. Fogunk hosszabb blogciket is írni, csak azért, hogy ez követhető legyen, átnézhető legyen, és bizonyítható legyen ez a dolog, mert nem szeretem, amikor ilyen dolgok történnek, hogy kiabálunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Ennyi volt a matek, jó? Ennyi a része, ez a három kata, ez a 30, most pontosan 34 millióra beszélünk, erre mondtam a három katát, jó? Ez már más döntés, hogy ezt kiveszed osztalékként, nem veszed ki cégen belül költöd, de ez volt a nyeresége a cégnek. Oké, három történettel érkeztem mára nektek. Három darab történettel érkeztem, hogy mi segített nekem például abban a váltásban, azért az egy jelentős váltás, amit itt láttok, hogy majdnem ugyanarról a forgalomról van szó, és 6 millió eredmény helyett 22 millió itt a nyereség. Tehát ezekről is fogunk beszélgetni, ezek miért tudtak megtörténni, mert azt gondolom, hogy a 2019-es évvel, mert összehasonlítva a 2020-assal vannak fő csapdák, amiket azt szeretném, hogy elkerüljetek. Ne tegyétek ezt meg. Kezdjük is az első történettel, jó? Tehát, hogy alapvetően én a cégemben az elejétől fogva egyedül voltam, néha egy-egy alkalmazott volt, aki velem dolgozott a cégem belül, és volt azért több alvállalkozóm. Ez nem az a módszer, aki ezeket ismeri, ez nem az a módszer, amikor a cégekből kikatázzák a pénzt, hanem ez annyi, hogy voltak alvállalkozók, akikkel én dolgoztam együtt pár hónapon keresztül, és megnéztük, hogy tudunk-e együtt dolgozni. Ha kiderült, hogy tudunk együtt dolgozni, akkor nyilván őket felvettem volna a cégbe 2-3 hónap után. Ez történt, képzeljétek el, hogy 2020-nak a tavaszán is, ahol én elkezdtem építeni egy értékesítői csapatot, és azon kaptam magam, hogy most már van 3 értékesítőm, van egy nagy irodám a Budapesten, a Soroksári úton, egy nagyon szép nyitott loft irodám, egy a Malomudvar nevezető helyen, egy nívós magyarországi irodaházban, és igazából én nagyon menőnek érzem magam, és menőnek is nézek ki kívülről, de hát a nyerességem az nem az igazi a cégen belül, és építem tulajdonképpen ezt az űrhajót, ezt a várat, ami, ha belegondolok, akkor igazából nem korrelál azzal a dologgal, amit én el szerettem volna érni vállalkozóként. Oké, lépjünk egy picit vissza. Vállalkozóként azt gondolom, hogy az az első és legfontosabb dolog, hogy definiáld, hogy te a vállalkozásod által milyen életet szeretnél élni. Hogyan néz ki a te ideális életed? Képzeljétek el, hogy én 2019-ben 6 alkalommal, minden második hónapban, második, harmadik hónapban, 6 alkalommal egymás után leírtam egy egyoldalas papírra, az egyik és a másik oldalra leírtam, hogyha egy év múlva felébredek, akkor milyen életet szeretnék élni. És képzeljétek el, hogy az volt ebben az izgi, hogy amikor én leírtam erre a papírra, hogy egy év múlva felébredek, milyen életet szeretnék élni, akkor én azt írtam le, hogy a óceánparti házban ébredek, a párom mellett, a szerelmem mellett,
és kimegyek reggel futni az óceánpartra, délelőtt végzem a melóval kapcsolatos dolgaimat, délután egy edzés, stb. Tehát egy ilyen szép idilli képet festettem. És 2020. februárjában a párommal meg is valósítottuk ezt rövid időre, 2 hétre kimentünk Amerikába, ott volt, rövid időre kibéreltük ezt az óceánparti házat, és amikor ott voltam, és onnan tartottam egy ilyen kategóriai coaching hívást, egy 50 fővel egy coaching hívást, amikor ezt megtartottam ezt a hívást, utána hazajöttem Magyarországra, akkor önkéntelenül fel kellett magamnak tenni a kérdést, hogy itt van ez az iroda, itt vannak azok az emberek, akik egyébként 1-2 hónapja csatlakoztak hozzám, és én azt mondtam, hogy értékesítőként majd tudnak dolgozni velem, tudnak dolgozni majd a céggel, hogy igazából én most, amit itt Budapesten építek, az bármennyire is korrelele azzal, amit én minden második és minden harmadik hónapban leírok, hogy hogyan szeretnék felébredni. És annyira fájdalmas volt az, hogy hazaérkeztem Amerikába, megérkeztem Magyarországra, annyira fájdalmas volt az, hogy igazából itt járok be az irodába, folyamatosan abba az irányba haladok vállalkozóként, hogy egyre nagyobb, egyre szélesebb legyek. A nyerességem az nem olyan, hogy emiatt megérni ezt csinálni, és egyedül egy dolognak kedvez a növekedés, az pedig nem más, mint a vállalkozói ego. És pontosan ezért szerettem volna egy kis ilyen reality check-kel kezdeni, ami nem más, hogy viszont elgondolkozunk közösen azon, hogy te vállalkozóként saját magadnak milyen életet szeretnél létrehozni. Tehát neked az az álmod, hogy egy szabad vállalkozó életet építs fel, ahol utazol, vagy az álmod, hogy heti 2 napot dolgoz, vagy az álmod, hogy egy nagy csapatot építs, és egy milliárdos, akár több milliárdos céget építs fel. Melyik a te vágyad? Ezen el kell gondolkozni, mielőtt te vakon elkezdesz valamit építeni. Nekem ez volt a tavaly évnek az egyik legnagyobb tanulsága, hogy építettem valami olyan dolgot, ami társadalmilag jól nézett ki, ami által én úgy tűntem, hogy hú de menő vállalkozó vagyok, de igazából nem volt ez az egész dolog sikeres, és nem volt egy olyan dolog, amiben én megtaláltam a saját boldogságomat. Tehát pontosan ezért először azt javaslom, hogy önmagadnak, amikor megyünk ebbe a webinárba tovább, és azon gondolkozol, hogy milyen vállalkozó életet szeretnél felépíteni, akkor gondolkozz el azon, hogyha annak az irányába mész, ahova most tartasz, akkor több pénzed lesz? Több időd lesz? Kevesebb stresszt fogsz átélni? Boldogabb ember leszel? Tehát még egyszer tegye fel magadnak, egyszerű kérdésekről beszélünk, ugye több pénzem lesz, több időm lesz, kevesebb stressz fogok átélni, boldogabb ember leszek? Mert ha ezekre a kérdésekre az a válasz, hogy nem, akkor valamit nem jó irányba építesz. Ha megnézed a papírodat, amire leírtad azt, hogy 1 év múlva hol szeretnél felébredni, ha megnézed a papírodat, és azt látod, hogy igazából nem ennek az irányába építesz valamit, akkor valamit nagyon nem jól csinálsz. Mert éppen a saját egódnak, vagy mások elvárásai alapján építed a saját vállalkozásodat, de nem az alapján, ami a te álmod. Úgyhogy ezért kezdtem volna ezzel a történettel, mielőtt tovább megyünk, és mielőtt bármilyen növekedésről beszélünk. Nekem ennek az időszaknak a tanulság az lett, hogy meghoztam a döntést, hogy rendben elbúcsúzom azoktól az emberektől, akikkel most 1-2 hónapja kezdtünk együttműködni. Iszonyatosan fájdalmas volt. Tehát gyomorgörcsöm volt, azt mondtam, hogy egy olyan ember vagyok, aki adja a szavát, akkor utána ezt nem változtatja meg, benne kell maradnom meg ilyenek, de a saját boldogságom már tettem volna azt, és vállalkozóként a legfontosabb dolog, mint mentoraimtól is nagyon sokszor megtanulok, a legfontosabb dolog az, hogy te boldog vagy egyébként ebben a vállalkozásban. Szerintem nagyon jó és nagyon fontos kérdés, majd konzultáció jött fel, az, hogy elgondolkozunk azon, hogy ha te lennél a saját magad főnöke, akkor mennyire lennél jobb a saját magaddal. Tiszteled-e saját magad az alapján, amennyit dolgozol, az alapján, amennyit keresel, tiszteled-e eléggé saját magadat? Én szeretek elgondolkozni ezen a kérdésen, nekem nagyon sokat szokott segíteni. És tényleg elgondolkozni azon, ha bemenni saját magadhoz főnökként elbeszélgetni magaddal, akkor elégedett lenne azzal, hogy hogyan bánik most veled a főnököd, vagy a szart is kiadja belőled, és még alul is fizet cserébe. Jó? Hát ha ez van, akkor nincs baj, vannak ilyen állapotok az életünkben, ha ezt felfedezzük, utána lehet változtatni. Én is változtattam, amikor ezt felfedeztem, és az egómat félretéve onnan, hogy én nagyon menőnek éreztem, amit teszem hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy az voltam, én nagyon menőnek éreztem magam, hogy értékesítői csapatot építettem fel, stb. Tehát ez elkezdett kialakulni, meg itt a nagy iroda, de hát nem volt olyan a profit, és nem volt olyan nyereség. Szóval fogtam magam, és éltem azzal a mondással, amit sokszor szeretek hangoztatni, lassíts le, hogy felgyorsíthass, és visszaléptem egyet ahhoz, hogy utána kettőt lépessek előre. Mit jelentett ez stratégiai szinten? Hagytam a fenébe az értékesítői csapatot, mindenkivel beszéltem, hogy viszontlátásra, akivel együtt működtünk, ha vállalkozóként viszontlátásra, és hiába volt 3 napig gyomorgörcsöm ezen döntés előtt, az egyik legjobb döntésnek gondolom most már visszanézve,
megbeszéltük, hogy nem megyünk tovább ebben a történetben, és elkezdtem visszatérni én csinálni az értékesítési beszélgetéseket, az értékesítési konzultációkat. Én ott már egy jó fél éve nem tartottam egy az egy konzultációkat, szimplán azért, mert minden cégépítéssel foglalkozó ember, akitől tanultam, mindig azt súlykolta belém, hogy neked nem szabad egy az egybe eladni az idődet. Mindenki ezt súlykolta belém. Nem szabad egy az egybe eladni az idődet, mert szét felaprózott, felosztod a fókuszodat, nem tudod felépíteni azt a céget, amit szeretnél, neked magasabb szintű tevékenységekkel kell foglalkozni. Ez volt az alap. És érdekes módon visszatértem ezekhez az egy az egy beszélgetésekhez. Egyrészt képzeljétek el, hogy kiderült, hogy hiába mondják azt nekem, hogy ebbe az irányba építsem a cégem, rájöttem, hogy én szeretem az egy az egy beszélgetéseket. Nagyon szeretem, és nagyon hiányoztak. Tehát, hogy ez volt az első tanulságom ebből a történetből, hogy rájöttem, hogy nem biztos, hogy mindig az alapján kell meghozni a döntéseket, hogy logikai szinten mi tűnik a következő lépésnek cégépítés szempontjából, vagy vállalkozói fejlődés szempontjából, de nagyon sokszor szimplán az lesz a legjobb döntés, amit te jónak érzel belül, és amit téged boldoggá tesz. Mert mihez lesz kedved? Ahhoz, amit téged boldoggá tesz. Nem azt mondom, ennek van egy másik véglet, amikor az ember mindent maga mögött hagy, és mindig a boldogságot kutatja, nyilván azt mondom, van ebben egy arany középút, tehát az vállalkozóként sokszor olyan dolgot kell tennünk, amiket nem szeretünk, de legyen irányadó az, hogy amit építesz hosszú távon, abban te boldognak látod-e magad, szereted-e azt az életet, több pénzed, több szabadidőd van, kevesebb stresszt élsz át, és büszke vagy arra, amit építesz, vagy csupán azért csinálod, mert azt gondoltad régebben magadról, hogy akkor lesz-e sikeres, ha ezt létrehoztad. Jó, úgyhogy én félreraktam az egóm, visszatértem az egy-az egy telefonos konzultációkhoz, és milyen meglepő, meg az is kiderült, hogyha nem költögetek össze-vissza a cégemen belül, hanem hajlandó vagyok bevállalni én azt, amiről azt mondták, hogy nem szabad, akkor egy egész jó nyerességet ki lehet hozni. Tehát ezek az egy-az-egy konzultációk azért voltak jók, mert egyrészt nyilván nagy pénz van az egy-az-egy konzultációkban, hogyha ezt jól csinálja az ember, másfél pedig nem kell csapatot fizetni, hiszen én voltam egyedül, nyilvánvalóan nem kellett se csapatot fizetni, nem volt annyi alvállalkozó, nem kellett másokkal együttműködni, több tudott nálam maradni. Tehát, hogy ez azért egy fontos dolog, úgy gondolom. Úgyhogy nekem ez volt 2020-nak az első nagy tanulsága, és az egyik kedvenc tanulságom az tényleg az, hogy meg kell vizsgálni egy cégépítés, vállalkozás, fejlődés szempontjából téged boldoggá tesz-e az irány, amiben éppen tervezel menni. Nagyon-nagyon sokszor látom azt az ügyfeleimnél, hogy azért gondolkodnak csapatépítésbe, több alvállalkozóba, nagyobb projektekbe, social media építésbe, mert azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen létező út. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy ez az egyetlen létező út. Lehet, hogy vissza lehet menni a konzultációkhoz, amik régen működtek, lehet, hogy lehet szimplán, nagyon sokszor szimplán az a tanácsadóként, hogy emelj árat. Tehát nem kell teljesen új emberekhez menni, nem kell új világban menni, emelj árat. Ez volt igazából az én első történetem, ami nekem a tavalyi évben a legnagyobb tanulságot adta. Üzleti szempontból nézzük, akkor ez egy elég fontos döntés volt. Itt a nyerességemet nagyon jelentősen befolyásolta az, hogy hagytam a látszat sikert, és elindultam abba az irányba, ami engem boldoggá tesz, és elindultam abba az irányba, ami egyébként emellett nem csak boldoggá tesz, de a nyerességet is jelentősen növelte. Ez az első történet, amivel készültem nektek. Nézzük meg a második dolgot, nézzük meg a második történetet, hogy mi az, ami itt érkezett. Itt lehet, hogy egyeseknek eléggé ki fogja csapni ez a biztosítékot, de én egy Coelho-i idézettel készültem. Tehát Paulo Coelho bácsi is annyi sarat kap, mint én, úgyhogy ezért tudok egy ilyen sorsközösséget alkotni ő vele. Coelho bácsi azt mondja, hogy így szól a mondás, amit mond. Félek, hogyha megvalósítanám az álmomat, már nem lenne miért élnem. Tehát félek, hogyha megvalósítanám az álmomat, már nem lenne miért élnem, és azt mondja, hogy félek a nagy csalódástól, és inkább csak álmodozom az egészről. Tehát még egyszer, félek, hogyha megvalósítanám az álmomat, már nem lenne miért élnem, félek a nagy csalódástól, és inkább csak álmodozom az egészről. Egy izgalmas dolgot hoztam szerintem itt a második történetben nektek, és ahhoz, hogy erről beszéljünk, vissza kell mennünk oda, ami 2020-nak a tavaszán volt. 2020 tavaszán, amikor bejött a korona, akkor én több szempontból reagáltam erre üzletileg. Egyfelől ugye voltak ezek az egy-az-egy konzultációk, amiket az előbb említettem, amúgy sokat vagyok otthon, nyilván ez egy tökéletes dolog. Másfelől meg elkezdtem elég sokat kommunikálni, hiszen úgy voltam, hogy az emberek számítógép elé szorultak, nyilván most szükségük van arra, hogy a vezetők előlépjenek, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy ki dönti, hogy vezető vagy te magad. Tehát igazából nem annyira bonyolult ez a dolog. Köszönöm szépen, Lajos, hogy ezt beírtad az idézetet. Szóval, hogy elkezdtem ezeket csinálni, és napi szintű reggeli kakós csiga néven minden reggel jöttem egy Facebook live-val, folyamatosan próbáltam értéket nyújtani, és hála Istennek jó visszajelzések jöttek, hogy ez tényleg segít az embereknek, és egyszer csak elérkezett egy konferenciára meghívásom, amely konferenciát Vicsai Gábor barátom tartotta, aki szervezte, Facebook hirdetésekkel foglalkozik, és erre a konferenciára meghívott
ha jól emlékszem, akkor a két nap alatt 48 előadó volt, és az első napon voltam én olyan nagy nevek mellett, akikre én tényleg úgy gondolom, hogy 20-25 éve akár a szakmában vannak, nagyon nagy nevek voltak vállalkozásfejlesztés szempontból meghívva erre a konferenciára. És emlékszem, hogy amikor készültem erre a konferenciára, akkor az volt az első gondolatom, hogy nincsen kedvem felkészülni. Nem tudom, hogy ti voltatok már esetleg így, hogy kaptatok egy nagy lehetőséget, azt éreztetek, hogy az élet ad egy nagy lehetőséget, és úgy voltatok vele, hogy nincsen kedvetek erre az egészre most felkészülni. Egyáltalán nincsen kedvetek, nem fogtok most felkészülni. Tehát, hogy nincsen kedvem felkészülni. Elgondolkodtam azon, hogy ez most miért lehet? Tehát miért van ez? Miért nincsen kedvem felkészülni, amikor az élet ad egy nagy lehetőséget? Miért nincsen kedvem felkészülni, amikor azt érzem, hogy egyébként sok mondani valóm van, amit átadhatnék az embereknek? Ott volt a Hogyan tovább nevezett dokumentum, hogy tavasszal létrehoztam, 36 oldalas akcióterv egyéni vállalkozóknak, több ezer ember letöltött ezt a dokumentumot, és mondom, hát nem igaz, hogy nem készülök fel, úgyhogy közben meg több száz Zoom hívást tartottam. Miért nem készülök fel? Miért van ez az ellenállás bennem azzal kapcsolatos, hogy én felkészüljek, és rendesen oda tegyem magam ezen a konferencián? És akkor fülön csíptem magam, akkor rájöttem, hogy van egy kis probléma. Igazából lehet, hogy nem is attól félek, hogy ez rosszul fog nekem sikerülni, hanem lehet, hogy én attól félek, hogy ez jól fog sikerülni, sokan fognak beérkezni az én világomba, elkezd növekedni intenzíven a vállalkozásom, sokan megismernek, és nagyon sok emberrel kapcsolódok, és lehet, hogy kiderül, hogy nem is tudok annyit, mint amennyit gondolok magamról. Az a lényeg, hogy elgondolkodtam azon, hogy itt igazából valójában nekem nem az a félelmes, hogy ez szarul sikerül, mert nagyon az nem fogja az én életemet befolyásolni. Van egy jó vállalkozásom, nem fogja az életem nagyon befolyásolni. Ez a konferencia, egy ingyenes konferencia beszélünk, rosszul sikerül. Valójában a félelmes sokkal inkább kötődött ahhoz, hogy ez a történet ez jól sikerül nekem. Ez a történet jól sikerül, és bizonyos dolgokban változtatni kell az életemben. És ezért szerettem volna hozni nektek ezt, másodiknak ezt a tanulságot, hogy gondolkozzatok el légy szíves azon, hogy mik azok a dolgok, mik azok a lehetőségek a ti életetekben, amiket ha elgondolkodtok, akár egy könyvnek a halogatása, akár egy podcastnak a halogatása. Tipikusan azért itt olyan dolgokat látok, amik nyilvános, tehát mondjuk nyilvános beszéddel kapcsolatosak, vagy sok emberhez el lehetne jutni általa, és tipikusan itt látom azt, hogy elkezdjük saját magunkat szabotálni. Én is például hónapokig halogattam a podcastomat, mire végül tavaly ősszel végre elindítottuk, úgyhogy már 1000 millió éve szerettem volna. Vagy erre a konferenciára például először úgy voltam, hogy nem akarok felkészülni, majd hozom a saját kis flow-mat, aztán igazából az bőven elég lesz. Vagy könyvem, de 1000 éve halogatom a könyvnek a megírását, úgyhogy nagyon sok, hogy felmenjetett. Mindenkinek megvannak ezen dolgai. Én annyit tettem, hogy ennek ellene menjek, hogy fogtam magam, nyilvánvalóan szépen felöltöztem, egy szép helyszínen vettem fel ezt a videót, és természetesen előtte elkezdtem, leültem, és kipréseltem saját magamból, hogy felkészüljek erre a történetre. Tehát ha úgy érzed, hogy kapsz egy nagy lehetőséget az élettől, és még lehet, hogy azt el is dobnád magadtól ezt a történetet, akkor erre például lehet azt tenni, hogy megállapodsz valakivel, aki ott van, aki szeret téged, és azt mondod neki, hogy figyelj, nekem tudom magamról, hogy ezt el tudnám lökni magamtól, mert néha úgy érzem, hogy nem érdemlem meg a sikert, néha úgy érzem, hogy félek attól, hogy mi történik, hogyha valóban sikeressé válnék, milyen emberré válnék, milyen változásokon mennék keresztül, vajon a barátaim, a szeretteim megmaradnának, azzal az emberrel lennék együtt, akivel most együtt vagyok. Tehát itt nagyon sok, nagyon mély kérdés van igazából, amit ilyenkor felteszünk magunknak tudat alatt. És nem mondom azt, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, és nem mondom azt, hogy ezt egy webináron így kezelni tudom 15 perc alatt valakinek, mert ezt nem állítom, de maga szerintem a tudatosság már segít ebben a témában, hogy észrevegyük azt, amikor egy lehetőséget ad az élet, vagy van előttünk valami olyan dolog, amire azt gondoljuk, hogy hú, ezzel be tudnánk futni, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. És utána, ha nem kezdünk semmit vele, az nagyon sokszor nem biztos, hogy azért van, mert félünk attól, hogy mi van, ha nem valósul meg. Ha nem valósul meg, akkor mi van? Kitalálsz egy könyvet, nem valósul meg, na és akkor mi van? Ugyanott leszel, ahol most vagy az életedben. Igazából nem nagy probléma, nem? Tehát azért legtöbbeknek, akik ma este itt vagyunk ezen a webináron, van mit tennünk, van hol aludnunk, ugye? Tehát van internet kapcsolatunk, a világ 1%-ába tartozunk. Tehát hogy azért ezt hozzá kell tenni. De mi van, ha befutnál? Mi történne veled? Kik vennének körül? Sebezhetővé tenne téged ez az egész történet? Így lehet mokamik, így lehet kimaxolni a katát, hogy ezeket az ember tudatosítja önmagában. Hogy amikor egy ilyen lehetőség tárulkozik elém, amikor egy ilyen lehetőség van előttem, akkor tudatosítom azt, hogy az érzelmeim, ami nagyjából egy 80%-a az érzelmeink, tehát hogy a siker, Mukamikinek mondom a chatbe, a siker, ő kérdezte ugye, hogy hogyan lehet kimaxolni a katát. Tehát a siker, az nagyjából egy 80%-a az a gondolkodásom, és egy 20%-a stratégia. Jó? Tehát ezt nálam sokkal okosabb emberek mondják, nem én állítom.
80% gondolkodásmód, 20% a stratégia. Ha a stratégia miatt lenne valaki sikeres, basszus, minden információ elérhető számunkra az interneten, nem? Tehát, hogy be kellene írni, az interneten meg kellene nézni, nem? Ennyit kellene tennünk, azt mindenki sikeres, mindenki boldog, mert mindenki gazdag lenne. Ez lenne igazából, hogyha az interneten lévő információt használnánk. Hát akkor csak rájövünk, hogy nem a baszott információról van szó. Nem az információ itt a hiba, hanem az, ami itt van fenn, meg az, ami itt van benn. Az igazából inkább a hiba. Majd hát mondhatnánk, hogy fejlődési lehetőség, mint egy hibának nevezzem. Tony Robbins a világ egyik talán legnagyobb, szerintem a világ egyik legnagyobb vezetője, egy motivációs előadó, egy life coachról beszélünk, ő mondja azt, hogy 2 millió éves agyunk van, és ez a 2 millió éves agy az arra van tervezve, hogy túléljünk, nem pedig arra, hogy mi sikeressé váljunk, jó? Tehát a te szervezetednek, a te agyadnak az alapvető ösztönei azt diktálják, hogy te ne váljál sikeressé, mert a számodra félelmetes, hiszen a számodra miért félelmetes? Mert egy ismeretlen terep. Nem jártál még ott. És sokat beszélünk arról, hogy mozdulj ki a komfortzónádból, meg ne félj hibázni, meg álljál bele ilyen dolgokba, de arról milyen keveset beszélünk, hogy ne félj sikeressé válni, és hogy megérdemled azt, hogy sikeressé válj. Erről sokkal kevesebbet beszélünk, ezért hoztam ezt a dolgot, és ennél amikor ezt felfedeztem önmagamon, és észrevettem ezt az érzelmet, és emlékeztettem saját magam erre tavasszal, leültem, felkészültem, rendesen állítottam egyébként egy 2 órás stoppert, mert tényleg olyan szinte fizikai szenvedés volt az, hogy felkészüljek, és nem azért, mert nem volt kedvem felkészülni, hanem azért, mert féltem attól, hogy mi történik, ha bejön. Felkészültem, 2 órában állítottam egy stoppert, addig semmi más nem csináltam, repülőgép módban a telefon, stopper, és 2 órán keresztül felkészültem, felvettem ezt az előadást, és képzeljétek el, hogy 24 emberből a legnézettebb előadás lett, egyszer 2800 ember nézte az előadásomat aznap. Úgyhogy 24 előadó volt, tényleg olyan nevek, akiknek több százer like van Facebook oldalokon, meg ilyenek, tehát hogy 10-15-20 éve a szakmában vannak. Nem mondom azt, hogy ezért volt ez, és ezért történt ez, tehát azért csak van némi összefüggés, egyébként nem csak 2800-an néztek, hanem abba, amikor nézték, abba az órába, 9-10-ig, amikor ment ez egyszer csak néztem a Facebook csoportomat, hogy miért kezdenek el belépni, elkezdtek minden percbe belépni emberek. 182 000 beléptek egy óra alatt a Facebook csoportomba, több százan töltötték le ezt a dokumentumot, amiről beszéltem. Tehát ugye elmese is írt a korábban onnan is, mert nagyon sokan ott ismertek engem meg. Tehát egy óriási lehetőség volt, amivel úgy érzem, hogy éltem. És azért tudtam vele élni, nem azért, mert én különleges lennék, hanem azért tudtam vele élni, mert fel tudtam magamba ismerni azt az érzelmet, azt az önszabotást, amit Gizi is írt, fel tudtam ismerni magamba azt az önszabotást, amit tettem volna. És ott lett volna a kihagyott lehetőség. És tudjátok, ez olyan, vannak, szerintem azért tudtok rezonálni, vannak olyan pillanatok az életben, amikor eljössz, és utána jó hátba veregetnek mások, és azt mondják, hogy hát figyelj, te mindent megpróbáltál. És te milyen belül tudod, hogy nem próbáltál mindent meg. Te milyen belül tudod, hogy nem készültél fel úgy, ahogy te felkészülhettél volna. Úgyhogy folyamatosan, amikor az élet nekem dobálja ezeket a lehetőségeket, nem mondom, hogy 100-ból 100-szor, de igyekszem az idő nagy részében emlékeztetni magam erre, amit most elmondtam nektek erre az érzelmi tényezőre. És most például volt egy ilyen, aminek én nagyon örültem. Pont a holnapi napon, január 14-én lesz egy marketing tervezés, amit Wolf Gábor a Marketing Kommandótól, bizonyára sokan ismeritek, Wolf Gábor a Marketing Kommandótól kért fel, marketing tanácsadó kért fel, azt gondolom hazánkban az egyik legnevesebb marketing tanácsadó, kért fel, hogy szerepeljek vendégelőadóként az ő konferencián. És ez nekem egy nagy pillanat volt, mert nem érzem azt, hogy ezért én networköltem volna, vagy nem készfogások által értem ezt, hanem úgy érzem, hogy megdolgoztam ezért, hogy a Gábor meghívjon. És igazából egy 5-7 perces, minden szakértőtől 5-7 perces dolgot kért a Gábor, és egy 7 perces előadás, ha tudjátok, 7 percben valamit elmondani, az majd, hogy nem nehezebb, mint ha azt mondják neked egy 2 óra elején. Tehát az nagyon struktúráltan fel kell készülni. És már megint úgy voltam, már megint érszem, bekapcsolt ez a történet, hogy nem készül fel, meg ilyesmi. Most már annyit tudnék nektek javasolni, hogy ebben a helyzetben, ha jön egy ilyen lehetőség, akkor sokszor ez annyira könnyű, hogy beírni a naptárba, hogy mikor lesz a felkészülés. Jó? Tehát, hogy beírni a naptárba, hogy mikor lesz, amikor elfogadtok egy ilyen felkérést, akkor beírod a naptárba egyből azt is, hogy mikor készülsz rá fel. Ez lehet, hogy azt mondja, hogy mennyire 1.0 úgymond ez a tanács. Hát én ezt egy olyan embertől hallottam, ezt a tanácsot, aki egy 3 milliárdos céget épített fel, és úgy voltam bele, hogy ez egy elég jó tanács. Tehát, hogy igazából, amikor elválasz valamit, ne csak azt írd fel, hogy mikor fogod ezt létre, hanem mikor fogsz erre felkészülni, ezt is írd be a naptáradba, és ha ezeket az érzelmeket éled át, amiről az előbb beszéltünk, akkor pedig menj ki, sportolj egyet, mozogj egyet, kerülj egy kicsit vissza a testedbe, és egyszerűen azt, ami egyébként ott van benned, amit meg tudsz mutatni az embereknek, az pedig a felkészülés által tedd jobbá. Ezt kívánom neked, jó? Tehát ebben segít az, amiről itt a
chatben az előbb láttam, hogy többen a Ati írt, a tudatosság minden tekintetben fontos. Így gondolom én is. Ezt tudjátok tenni. Mondom, nem lesz ez egy, nem fog ez megszűnni attól, hogy ezt tudjátok, de a tudatosság abban segít, hogy felismerjétek az érzelmeket, amikor elindulnak a saját testekben. Tehát ez az, amit tudnék erre a történetre mondani. Nincsen varázspirula, de nézd meg, hogy hol érzed úgy, hogy szabotálod saját magad. Mi az, amit nem tettél meg, pedig azt érzed, hogy azzal futnál be. Mi az a dolog, amiről neked az az érzésed, hogy azzal futnál be. Ha egyébként értékesítésről beszélünk, akkor azért azt el lehet mondani, hogy egy értékesítés esetén a jó értékesítő elmondja, hogy akkor tud jól értékesíteni, ha hisz abba az adott dologba, amit ő értékesít. Ugye? Nagyon nehéz olyat értékesíteni, amivel nem hiszek, sőt, azt gondolom, hosszú távon lehetetlen. Ez előbb-utóbb kikezdi az embernek a gyomrát. Ha én hiszek abban a dologban, például abban a könyvben, abban a podcastban, amit én elindítok, én hiszek benne, akkor azt az emberek is úgy fogják érezni, hogy amögött tényleg hit van, amögött igazi miért van, és egyszerűen érezni fogják azt, hogy ez egy jó dolog, ami elkerül hozzájuk. Ezzel együtt hozzátenném, ha egy könyvet elkezdett csinálni, akkor csináld végig, ha egy podcastot elkezdett csinálni, nálj meg századás alatt. Tehát, hogy kezd el ezeket a dolgokat, de legyen benne konzisztencia, legyen benne folyamatosság, mert azok a vállalkozók fognak nyerni hosszú távon, akik ismételnek, és nem azok, akik innoválnak, akik folyamatosan újítanak. Jó, tehát azért ezt a dolgot hozzátenném. Ma valaki megkérdezte tőlem, hogyha visszamennék az időben, mit változtatnék, azt mondtam neki, hogy mindent, amit kb. Csinálok, sokkal előbb vágtam volna bele, és a legtöbb próbálkozásomnál 100 ismétlés alatt nem álltam volna meg. Tehát amikor elindítottam például egy YouTube műsoromat, vagy csináltam egy új programot, egyszerűen mindig akkor tudtak ezek a dolgok elérni, mindig akkor tudtam sikert elérni a dolgokkal, ha 5-6 szériát csináltam belőle, ha tudtam fejleszteni, és nem akkor, hogyha folyamatosan új dolgokat csináltam. Ez a második történetünk, amit hoztam nektek. Ez a második történetünk. A végén egyébként, ha valakinek nagyon konkrét üzleti kérdései maradnak ezek után, majd azokra is lesz lehetőség, de én úgy érzem, hogy ezekkel egyszerűen a sokkal fontosabb dolgokról beszélünk, mint most azt mondanám nektek, hogy hogyan keres fel valakit még privát üzenetben, vagy arról beszélgetnénk, hogy hogyan, konkrétan te hogyan ragd össze a szolgáltatásodat. Ez a legfontosabb része, és ennek köszönhetem azt a növekedést, amit az elején leírtam nektek, ezeket a dolgokat elkezdtem jó értelemben véve használni. Harmadik történetünkhöz érkeztünk. A harmadik történet az arról szól, hogy van egy ilyen mondás, angolul ez így hangzik, hogy what got you here won't get you there, tehát ami eljutatott idáig, az nem juttat el odáig. What got you here won't get you there, ami eljutatott idáig, nem juttat el odáig. És a szimplán annyit tesz ez a mondás, hogy ahhoz, hogy vállalkozóként a következő szintre érhessünk, ahhoz szolgáltatás szinten is el kell gondolkozni, hogy mi számomra a következő lépcső, hiszen nagyon sok esetben egy bizonyos szolgáltatás eljutott minket egy jó szintre. Ez az én esetemben például az volt, az én vantingem, az én egyetlen szolgáltatásom az volt, hogy egy az egyben, high ticketben, azaz prémium áron dolgoztam együtt emberekkel, utána csoportot vittem, de mindig a közös pont az összes programomban az a nagyon-nagyon intenzív személyesség és a számonkérés volt. Tehát ez volt a közös pont a programjaimban. És szinte fizikai fájdalmat okozott, tudtam, hogy a következő lépés számomra a vállalkozásomban az az, hogy létrehozok egy online kurzust, létrehozok egy akadémiát, egy online kurzust. De hiába tudtam fejben itt fenn, hogy a következő lépés vállalkozóként az lenne, hogy létre kellene hozni egy online kurzust, érzelmileg nem tudtam eladni magamnak. És miért nem tudtam eladni magamnak? Azért, mert azt éreztem, ha létrehozok egy online kurzust, akkor az, amire én büszke vagyok tanácsadóként, az, hogy milyen eredményeket érnek el az emberek nálam, az sérülni fog. És ezt tudtam, amikor létrehoztam az akadémiát, hogy ez sérülni fog, ez a történet, és el kellett gondolkodnom, hogy ez képes vagyok-e egyáltalán, akármennyire hülye hangzik, tehát ha hiszitek, ha nem, hogyha az lett volna, hogy ez nagyon gyorsan hozzó lóvét, akkor én ezt már nagyon rég létrehoztam volna. De amíg én, megint csak visszatérünk az előzőhöz, hogy amíg én nem tudok hinni benne, hogy az jó azoknak, akikkel én dolgozok együtt, addig én nem tudom ezt a dolgot értékesíteni. És éppen ezért el kellett engednem én egy bizonyos részemet, ami ahhoz kötődött, hogy hát csak és kizárólag számonkérés, és csak és kizárólag személyesen dolgozom együtt az emberekkel, és ezt csak úgy tudtam saját magamnak eladni, hogy elgondolkodtam azon, hogy mi az én hosszú távú célom. A hosszú távú célom az, hogy minél több embernek emeljem a tudatossági szintjét. Én ezt egyébként vállalkozásfejlesztés által teszem meg. Tehát ez az én hosszú távú célom, ez én burkolt cél, nem annyira szoktam reklámozni, én ezt vállalkozásfejlesztés által tudom megtenni, mert azt látom, hogy ha valaki vállalkozóként fejlődik, vállalkozóként magasabb szintre ér el, hogy neki nő a tudatossági szintje,
amikért kezdetben elkezdett vállalkozó lenni, lehet, hogy később már nem is fogja annyira érdekelni őt. Tehát az az autó, az a ház, az a pénz, meg ilyesmi, később már nem annyira fogja érdekelni, hanem egy önismereti játékká változik a vállalkozás a szemben. És pontosan ezért, ez az én célom, hogy minél több embernek emelje a tudatossági szintjét. Az én alapvető célom a vállalkozásomban, hogy minél több emberhez eljusson azok a tanítások, amiket mondjuk én hirdetek, amikről én beszélek, ez minél több emberhez el tudja jutni, akkor ehhez azt kell tennem, hogy nyilvánvalóan létrehozok egy olyan szolgáltatást, aminek nem az én személyes jellétem a szűk keresztmetszete. Amikor ezt megértettem, csak és kizárólag akkor tudtam létrehozni az akadémiámat. Amikor ezt megértettem, hogy nekem az a célom, hogy minél több emberhez eljuthasson ez a dolog. Emlékszem, hogy egyszer beszélgettem, talán többen ismeritek Domán Zsoltit, ő a Du Marketingnek az alapítója, egy marketing tanácsadó emberről beszélünk, azt gondolom, egy nagyon-nagyon jó figura, nagyon jó értékekkel rendelkező emberről beszélünk, és soha nem felejtem el, hogy elmentünk az akkori üzlettársammal, elmentünk Zsoltihoz, Tomás Zsolthoz egy konzultációra, előfizetéses rendszerrel kapcsolatos konzultáció volt. És ott ülünk a Zsoltinál, és mi egészen addig szintén az üzlettársammal ebben a vállalkozásban, amiről most beszélünk, itt a harcművészetet és az önismeretet kötöttük össze, és ilyen háromnapos táborokat, három hónapos programokat vittünk férfiaknak önismereti trénerként, coachként, egy olimpikon birkózó volt a partnerem ebben a történetben, tehát így vittük ketten partnerként ezt a dolgot. Ezt csináltuk folyamatosan, személyes táborok, személyes programok. Ugye megint ugyanaz, számonkérés, nagyon személyes a történet. És elmentünk a Zsolthoz, mert gondolkodtunk azon, hogy előfizetési rendszert csináljunk, és elkezdtünk vele beszélgetni, hogy hogyan néz ki az előfizetési rendszereknek a sikerrátája. És hát igazából kiderült, hogy azért annyira nem erős. Tehát, hogy azért ezen szerintem annyira nem lepődünk meg, hogy annyira nem erős az előfizetési rendszernek a sikerrátája, amikor valaki 3-5 ezer forintot, 10 ezer forintot fizet azért, hogy ő fejlődjön. Nagyon egyszerűen működik sokszor az ember, ha adok neked egy könyvet, és az a könyv 5 ezer forintba kerül, vagy adok neked egy könyvet, és ugyanaz a könyv 50 ezer forintba kerül, szerinted melyik esetben lesznek jobbak az eredmények? Ugye? Hát néha nagyon egyszerűen működik, így működünk, én is így működök, mind így működünk. Van egy ilyen faktor, nem azt mondom, ez jó vagy rossz, ez van, jó? Tehát most ne ezt nézzük, ez van. És kérdeztem a Zsoltot, hogy akkor hogyan néz ki a 3-5 ezer fontos, 10 ezer fontos előfizetési rendszereknek a sikerrátája. Pontos statisztikát nem tudott mondani, de hát azért tényleg nem az volt, hogy az emberek megváltják a világot is ezekben az előfizetési rendszerekben. Sokszor az, hogy valaki befizet egy ilyenbe, el is felejti például lemondani. Tehát itt, amiben én szocializálódtam, a magas áru ajánlat, a prémium ajánlat, amiben én szocializálódtam, az egy teljesen más dolog. Az azt jelenti, hogy 3-5 hónapig dolgozom együtt valakivel, több százezer forint az együttműködés díja, akár több millió forint, és ő is nagyon komolyan veszi, mert a nagy elköteleződés miatt, meg nyilvánvalóan én is nagyon személyes figyelmet tudok ő neki szentelni ebben a történetben. Ezzel ellentétben ez egy teljesen másik világ volt. És nem fogom elfelejteni, hogy Gerivel egymásra néztünk, akkor az üzlettársammal egymásra néztünk, és kérdeztük utána a Zsoltól, hogy figyelj, most ez komolyan, tehát hogy adom be magamnak megint? Tehát, hogy az a célom baszki, hogy segítsek nagyon-nagyon közel az embereknek, hogy adom be ezt a dolgot magamnak érzelmi szinten. És annyit kérdezett tőlem a Zsolt, hogy figyelj, Roland, az összes könyv megváltoztatta az életed, amit valaha vásároltál? Mondom, nem. Ugye? De azt mondja, van olyan könyv, ami megváltoztatta az életed? Mondom, van. Na, akkor ez a válasz a kérdésre. Jó? Tehát ez volt a válasz például az előfizetési rendszernek a kérdésére, hogy attól az, hogy mondjuk 3-4 ezer forintért több ezer embernek eladsz egy könyvet, nem fogja az összes ember megveszteni az életét, de azzal a könyvet egyébként megadod a lehetőséget arra, és lesznek egyébként, akik meg fogják változtatni az életüket. Ugyanez az előfizetéses rendszered, és én így tudtam magamnak eladni érzelmileg az akadémiámat, hogy ugyanez is így tudtam, hogy az elején azt ígértem, hogy beszélünk arról, hogy hogyan tudsz az óradíjas vagy az órabéres csapdából menekülni, hát az nem más, mint hogy elkezded sablonosítani a folyamataidat, elkezdesz videókat gyártani, mert egyszerűen a kérdéseknek, amikor dolgozol együtt egy az egyben az első években az emberekkel, a kérdéseknek a 80%-ra rá lehet húzni egy Paretót, hogy a 20-80-nak a szabálya, a kérdések 80%-a, ami fog hozzád érkezni, az igazából 20%-nyi kérdés lesz. Szinte folyamatosan ugyanazokat a kérdéseket ismételgetik az ügyfeleitek. És tudom, hogy nagyon sokszor, és nem, ez nem rossz, de hogy nagyon sokszor nem írjátok fel ezeket a kérdéseket, nem sablonosítjátok a vállalkozásotokat, és örömmel válaszoltok egy ügyfélnek, mert egyszerűen, mert én úgy gondolom és reménykedem ebből, hogy olyan emberek vannak itt ma este, akik szívből szolgálnak, akik tényleg
azt élik, amiről beszélnek, és tényleg szolgálat szemléletű vállalkozókról beszélünk. Tehát odafigyelsz azokra, akikkel együtt dolgozol, és ezért szívesen válaszolsz mindenkinek. De ennek van egy olyan része, hogy el kell kezdeni sablonosítani a vállalkozásodat, vagy sablonüzenetekkel, vagy például videókkal. És egyébként nekem ez volt, ugye, ami még a következő szintre tudott juttatni, hogy ezáltal tudtam kiszabadulni végre abból, hogy az órabéres árazásnak a csapdájából. És ma olyan szintű öröm, és nem mondom azt, hogy mindenki milliárdos, milliómos lett volna az akadémiából. Tavaly körülbelül 120 ember vásárolta meg az akadémiát, amit elkészítettem. Nem mondom, hogy ebből mindenki milliómos lett volna, de vannak, akik igen. Vannak olyan emberek, akik például KFT-t alapítottak az akadémia után, és kimaxolták a katájukat, szóval kimaxolták a katájukat úgy, hogy 2-3 napot dolgoztak. Vannak olyan emberek, akik jelenleg a legnagyobb programjaimban dolgozom, mert folyamatosan maxolják a katájukat, és lépnek a következő szintre. Van olyan például, hogy a múlt 10 nappal ezelőtt, január 3-án tartottam este 8 órakor egy webinárt, és az akadémiámmal kapcsolatosan adtam akkor egy ajánlatot. És volt egy úriember, Szabolcsnak hívják, megkérdeztem Szabolcsot, miután írta nekem, hogy ezt mondhatom ezt a dolgot, mert nagyszerűnek tartottam. Szabolcs érkezett az akadémiába, január 4-én vagy 5-én vásárolta meg. Január 6-án tartottuk az első számon kérő hívást, van egy közösség az akadémián mellé, és írt egy üzenetet, nem én kértem, írt egy e-mailt Szabolcs, hogy figyelj, amit az akadémián megbeszéltünk, mert amit megbeszéltünk a számon kérő híváson, meg az akadémia elején volt, csütörtökön egy 200 000 forintos, pénteken meg egy 350 000 forintos megállapodást fogadtak el, 550 000 forint, úgyhogy az akadémia aznap kedvezményesen 120 000 forintért volt vásárolható. Tehát, hogy sok ilyen történet van, és sok ilyen dolog van, és én sem tudtam magamnak eladni. Tehát, ha te jelenleg úgy érzed, hogy az, amit te csinálsz, az nem sablonosítható, abból nem lehet egy online kurzust csinálni, abból nem lehet kialakítani, azt mondjuk nem lehet kiszervezni például sok esetben, ez a legtöbbször csak és kizárólag egy saját blokkod és saját gátad lesz, és valószínűleg azért, amiről most itt beszélünk, mert valószínűleg érzelmileg nem tudod magadnak eladni, hogy ez jó lenne az embereknek, amit te csinálsz. Ez a valószínűleg egyébként sokatoknál visszamegy a második ponthoz is, mert azt gondolom, hogy sokatoknak azért van a lelketekben, van a szívetekben egy olyan gondolat, hogy csinálnátok ugye podcastot, könyveket, stb., tehát olyan dolgokat, amiket sok embernek lehet értékesíteni. Én erre azt mondom, hogy tegyétek meg, mert ez az, ami tényleg meg fogja hozni a 105 sikert nektek, és gondolkozzatok el azon, hogy valójában ami idáig eljutatott, az továbbra is szolgál téged, mert lehet, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni abból, ami idáig eljutatott, ahhoz, hogy a következő szintre tudj jutni vállalkozóként. Ez az, amit én még hozzátennék nektek. Én a tavalyi évben egyébként, ugye ott volt az a nyeresség, amit láttunk az elején, a tavalyi évben elengedtem azt, hogy továbbra is egyetlen dolgot végzek, ez az egyetlen dolog, egyetlen szolgáltatás, ez el tudott juttatni engem egy jó szintig, viszont tavalyi évben elkezdtem, csináltam egy 21 virtuális irodát, ahol 2021 napon keresztül szinte minden nap voltak coachingok, voltak benne a korona alatt, ez egy ilyen tulajdonképpen egy virtuális közösségi iroda volt, szinte minden nap coachingokkal, edzésekkel, egy tiszta új szolgáltatás volt. Megcsináltam az akadémiát, az online kurzusomat, csináltam egy-az-egy telefonos konzultációkat, amiket már jó idén nem csináltam. Életemben először csináltam kedvezményes órabéres árakat a korona alatt, amit előtte soha nem csináltam, ezt csak egy belső körnek ajánlottam fel az ügyfeleim közül, de ott például ez volt, amit csináltam. Aztán az év második felében, az év vége felé létrehoztam az előfizetéses rendszeremet, a podcastomat, és elkezdtem bőven csinálni webinárokat. Szimplán azért, mert azt mondtam, hogy, és ezt szeretném, hogy mindannyian saját magatoknak azt tudjátok mondani, hogy megérdemlem azt, hogy sikeres legyek, és megérdemlem azt, hogy boldog legyek. És akinek ez sok, vagy akinek ez nagyon spiri, nagyon de micsoda, akkor eljött gondolatoknak hangzik ez, hát én azért majd beszélgessük akkor, amikor már ez a dolog megvan, és ezt egyáltalán nem nagy mellényem mondom, hanem érted mondom. Tehát nagyon nagy különbség lenne, ezt nem azért mondom, hogy nagy a mellényem, azt gondolom, hogy hála Istennek, ahogy én azért sok olyan emberre találkozom, aki minél jut előrébb vállalkozóként, annál nagyobb benne az alázat. Én önmagamra is ennek jól büszkének tudok lenni, hogy megmaradt az alázatom az emberek irányába, megmaradt az alázatom mindenki irányába. Ezt nem ellened mondom ezt a dolgot, amit mondtam, hanem érted mondom. Látni fogod majd, hogy a vállalkozói fejlődésnek az egyik legfontosabb része az, hogy érzelmileg megéri arra, hogy ezt a dolgot te megérdemled. Te megérdemled azt, hogy emberek neked több százezer forintot fizessenek ki. Mert hát ezt nem tudod magadnak eladni, és te egy kóklernek érzed folyamatosan magad, akkor nyilvánvalóan ez nem fog összejönni, nem fog működni. Úgyhogy ezért hoztam ezt a három történetet nektek,
és nekem például ez volt a váltás, amit ugye összefoglalva a három történetnál, mik történtek. Az első az az, hogy elengedtem azt, hogy mit gondoltam régen a sikerről, és mit építek, és elgondolkoztam azon, hogy én valójában milyen életet szeretnék vállalkozóként, és azzal egyetemlegesen kezdtem el építeni egy életet. Tehát nekem ez volt az első fontos tanulságom, úgyhogy ezt javasolnám nektek, és gondolkozzatok el, hogy nektek mi az a vállalkozó élet, amit szeretnétek építeni, és utána annak az irányába lépjetek, és időnként csekkoljatok be magatokkal, mert nagyon könnyű elmenni egy másik irányba. Oké, ez az első. A második dolog, amiről itt most beszéltünk, az az, hogy nagyon sok esetben igazából nem az lesz a te félelmed, nem az lesz a te félelmed, hogy elbuksz, hanem nagyon sok esetben az a félelmed, hogy a lelked mélyén érzed, hogy azáltal a dolgát a sikeressé váltnál, és félsz attól, hogy mi fog történni, hogy a sikeressé válsz, félsz attól, hogy azok az emberek nem lesznek körülötted, akik most, és ezen félelmeid lehet, hogy visszatartanak attól, hogy kihasználd azokat a lehetőségeket, amiket egyébként az élet kínál neked, hogy utána menj azoknak a kapcsolatoknak, amiket az élet amúgy kínál neked. A harmadik a dolog, amiről most beszélünk, a harmadik történet, az pedig nem más, mint hogy sok esetben egy bizonyos dologgal eljutsz valameddig, de utána pontosan azt az dolgot kell elengedned, hogy a következő szintre eljuss, és ugye itt beszéltünk arról, hogy az órabérezésnek a csapdája, az lehet egy olyan dolog, ami számodra, ami igazából most visszatart téged, és ebből sokszor úgy tudsz kijönni, hogy elgondolkozol azon, hogy igazából mi is a te célod egyébként ezzel a vállalkozással, az, hogy minél több ember taníts, minél több embernek adját információt. És lehet, hogy azt mondod, hogy még Roli, még nem állok készen arra, hogy online kurzus csináljak, ezt tök oké, és tiszteletben tartom, nem akarok mindenkiből holnap online kurzus csinálod, én is azért több száz tréning napot tartottam, miatt megcsináltam a kurzusom, tehát hogy nem gondolom, hogy holnap ezt el kell kezdeni, de például el lehet gondolkodni azon, hogy hogyan tudod sablonosítani a vállalkozásodat. Milyen dolgokat tudsz csinálni ahhoz, hogy sablonosít a vállalkozásod. Mondok erre egy példát, ha folyamatosan ügyfelek kérdeznek tőled valamit üzenetbe, akkor például menj le azt az üzenetet, és legközelebb csak Ctrl-C, Ctrl-V. Tehát nem kell külön megírni 15 percbe egy választ egy ügyfélnek, jó? Tehát, hogy ez egy sablonosítás. Vagy például az, hogy észreveszed, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát, személyedző vagy, 3 hónapos programokban dolgozz együtt az ügyfeleiddel, és a táplálkozás az egy visszatérő dolog, az elején mit vegyek a boltba. És ugye ennek sok személyedző ügyfelem van, ennek van egy olyan része, amikor személyre kell szabni a dolgokat, de vannak aranyszabályok, amiket nem kell személyre szabni. Ezeket például felveheted, felvetsz egy videótól, elmész egy boltba, bevásárolsz, megmutatod otthon, hogy miket veszek, és amikor beszélsz valakivel, hogy egy az egybe együttműködjetek, akkor neki már tudod azt mondani, hogy figyelj, egyébként itt van ez a videósorozat, amit én felvettem, ami arról szól, hogy hogyan vásárolj be, alvással kapcsolatos tippek, táplálkozás, stb. Tehát bemelegítés, és ezeket fel lehet venni, ezeket lehet sablonosítani, jó? Mert ez lesz hosszú távon, tényleg az lesz egy eléred azokat a célokat, amikkel rendelkezel, az nagyban meg fogja azt határozni, hogy mennyire szabdolod fel te az idődet, és mennyire adod el egy az egyben az idődet. Oké? Úgyhogy ezért. Ez a következő részünk. Hoztam itt pár kérdést, amiket írtatok nekem az e-mailekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ugye most kiment egy e-mail tőlem, talán 2 napja, 3 napja küldtem ki azt az e-mailt nektek, ahol megkérdeztem azt, éppen a felkészülésben voltam, és megkérdeztem tőletek, hogy mi az, amit kérdeznétek tőlem ebben az egész történetben. Én alapvetően ezzel a 3 dologgal készültem nektek már, ez volt a 3 tanács, és pár kérdésre szerettem volna válaszolni, mert volt egy pár olyan kérdés, ami nagyon-nagyon tetszett, és szívesen válaszolok rá, hogy érzitek, hogy az értékes számotokra. Ugye valaki kérdezte az elmúlt 3 év eredményét számokban, ezt megoldottuk. Volt egy ilyen kérdés, hogy Katás Ervé vagyok, de már kinőttem az 12 nőt, miért ne Szlovákiában alapítsak Kft-t? Szerintem azért, mert szép Magyarországon vállalkozói sikereket elérni, és el lehet érni hazánkban, úgyhogy én ezért javasolnám. Örülök, hogyha a magyar gazdaságot támogatod, tehát hogy nem szlovákiai nullás Kft, meg stb. Nem ilyen dolgokat csinálunk. Oké? Valaki kérdezte, hogy szia Roli, hogyan sikerült elengedned a céget, amikor elmentél augusztusban szabadságra? Milyen volt a felkészülés, és hogyan tettél pontot a dolgaid végére, amikor elindultál, milyen érzéssel jöttél vissza, milyen kihívás volt visszarázódni? Ezt kérdezte Robi. Az az igazság, hogy az évtervezést jelenleg az ügyfeleimben nagyon sokszor úgy végezzük, hogy alapból kijelöljük azokat a hónapokat, amikor egy picit ilyen pihenősebb, vagy akár teljes pihenés lesz. Tehát azt javaslom évtervezésre nektek is, hogy 2021 elején vagyunk, azt javaslom, hogy egyből ne a munkát kezd el beírni, hanem először azt kezd el, tehát először azt a szent módon a pihenőidőt, az én időt jelölt ki, a családdal eltöltött időt, és utána nézd meg, hogy mennyi időd marad munkára, és abban milyen projektek férnek bele.
mert sajnos nagyon sokszor túlbecsüljük, hogy mennyi mindent szeretnénk létrehozni, és utána igazából végigcsinálunk egy évet, ahol nem az önbizalmunk nő, mert megint egy olyan évet csinálunk végig, hogy már megint végig akartam csinálni 17 dolgot, és ebben már megint csak 6 darab lett. És közben mennyivel boldogabb emberek lennénk, ha 6-ot jelölnénk, és megcsináljunk belőle mondjuk 6-ot. Tehát, hogy ezért javaslom azt az ügyfeleimnek a legtöbbször, hogy az évtervezés az úgy indulja, hogy nézd meg ezeket ezeket a dolgokat, amiket előre ki kell jelölni, és egyből x-el ki ezeket a történeteket. Nálam ez még tavaly nem, most már nálam is teljesen ez egy ilyen egy évre előre, megnézem, hogy mikor van, például most az augusztuson már előre ki van lőve ugyanígy, 4 hétre ott biztos nem leszek, hogy tavaly augusztusban 4 hétig Olaszországban utazgattunk a párommal, úgyhogy én a telefonomat, ezt egy ilyen internetet kikapcsoltam rajta, tehát csak mint telefon létezett a telefon, nem volt social media, meg ilyenek, és itthon, hál' Istennek az az ember, aki az én asszisztens jobb kezem a vállalkozásomban, ő itthon, úgymond, ha lett volna valami égető probléma, akkor ő vitte, és egyébként ő vállalkozásfejlesztést végzett. Én úgy tudtam ezt az egészet véghez vinni, nekem ez nagyon könnyű volt, hogy őszinte legyek, tudom, ez nem mindenkinek, hogy nekem nagyon könnyű volt, én nagyon örültem, hogy végre pihenhetek. Tehát én ennek nagyon örültem, igazából úgy voltam, mert végre pihenhetek, még nagyon jó határidőt szab ilyenkor, tehát én azért szeretem ezeket nagyon, mert akár amikor tavasszal Amerikában mentünk a párommal, akár amikor nyáron Olaszországban mentünk, ez mindig szab egy nagyon-nagyon durva határidőt ahhoz, hogy mindent befejez. A vége általában kapkodás és fejfogás kőkeményen, ezt hozzáteszem, de amúgy most már ebben is egy picit okosabb leszek, mert azt vettem észre, hogy az előtte lévő napokat, tehát annyi, hogy most már a pihenésedet, annyit kérek, hogy Robi, mindenki a pihenésünket, legyünk okosak, ne onnantól számoljuk, amikor tényleg indul a pihenés, hanem előtte egy-két nappal azt már legyen kihúzva. Lehet, hogy valakinek egyértelmű imádlak, tehát hogy vannak olyan embereknek, ez tök természetesen jön, legtöbbeknek nem. Ezt azért javaslom, hogy legyen egy-két napod, amikor átállsz, és ott már szentül kezeld, úgy, mintha már nyaralnál, oké? Tehát, hogy nekem is ez sokkal okosabb lett volna, mert most tényleg olyan volt, hogy kb. Még szóval, hogy 28-án, még július 28-án, tehát 29-én még élő rendezvényt tartottam 100 fővel, és ilyen 30-én elsőn indultunk. Tehát, hogy szinte tényleg így beestem a történetbe, jó? Nem volt időm lelkileg rákészülni. Úgyhogy ezt javasolnám, hogy egyébként akár ha csak egy 4 naposról, egy 3 naposról beszélsz, akkor legalább egy napot előtte, hogy ne tényleg beess abba a pihenésbe. Ezt javasolnám. Ezen kívül brutál jó határidőt fogadni alapból, az a végén szerintem nagyon motivált leszel, nagyon, hát ég a lábad alatt, talaj érted, mindjárt elmész, nem tudsz majd csinálni dolgokat, tehát én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy ezeket berakjuk egy 3-4 havonta, mert egyszerűen segít abból, hogy az előtte lévő napokban szuperproduktív legyen a csapat. Ma már egy évtervezésnél úgy is gondolkozom, és ezt is adom tovább az ügyfeleimnek, hogy ilyen 90 napos sprintekbe gondolkozzanak, hogy mondjuk előkészítenek valamit mondjuk januárban, februárban, márciusban lehet, mondjuk van egy kampány, amit csinálnak, az nagyon intenzív, és akkor áprilisban azt kérem tőlük, hogy január, február, március, áprilisban alapból x-eljék ki azt a hónapot, és ha mondjuk van egy kampányod márciusban, akkor a áprilisra már alapból úgy tervez, hogy pihenés, oda rak be egy pihenőt magadnak, valamint az egy olyan hónap legyen, ahol például vállalkozásfejlesztéssel foglalkozol, mert ha lesz egy intenzív kampányod, akkor utána értékesítesz ott folyamatosan, akkor abból ki fognak derülni hibák a vállalkozásodba, és ezeket a hibákat, ezeket foltozni kell, jó? Tehát, hogy ezért előre, ha van egy kampányod, vagy van egy nagyobb értékesítési időszakod, akkor utána rak be egy kicsit pihenősebb, lájtosabb hónapot, és imádom, van egy ügyfelem, imádom, szeretem, Ágotának hívják, esküvő szervező, és Ágotának fizikai fájdalmat jelent, tényleg egy elképesztően, egy nagyon nagy szívléleknő, egy nagyon lelkiismeretes szakember. Ágotának fizikai fájdalmat jelent, amikor mondjuk ki kell húzni egy hónapot a naptárba. Tehát igazi motoregér, nagyon imádom, én édesanyám, azért mondok csak ilyet, nagyon emlékeztet édesanyámra, akitől is a munkamorálomat tanultam, tehát ez a tényleg nincs kikapcsolás, mindig munka van, ha nincs munka, akkor takarítás van, tehát ez a talán ismeritek ti is ezt az embertípust, hogy így fogalmazzunk, úgyhogy Ágotánál is mondom, fizikai fájdalmat jelentett, amikor ki kellett x-elnünk igazából egy hónapot, de hát neki van egy esküvői szezonja, ahol nagyon kemény a rock and roll májustól szeptemberig, és azért kértem tőle, hogy az előtte utána lévő hónapot azt x-eljük ki előre, és te nem viccel, konkrétan láttam, hogy mennyire nehéz. Lehet, hogy egyeseknek ez, van akinek ez könnyebb, én megyek, nyaralok, én úgy vagyok vele, hogy gyerekek, ha jó élet miatt csináljuk ezt a dolgot, azért nem, tehát élveznünk is kéne a nap végén, hogy annyit dolgozunk, mint a gőzővállalkozóként, úgyhogy én ezt mondanám, de van, akinek ez nehezebb, nektek azt kérem, hogy tényleg ezt előre írjátok be, x-eljétek ki, és ez adni fog alapból egy olyat, hogy előtte úgyis kemény időszakotok lesz. Úgyhogy ezt mondanám én,
Nem volt óriási elvárásom, például nem volt az elvárásom, amikor elmentem 4 hétre, hogyha visszajövök, minden tökéletes lesz, nem tudom, jobb lesz, mint amikor elmentem. Az az elvárásom, megbeszéltünk bizonyos dolgokat az Ákossal, és amikor visszaérkeztem, akkor azt szerettem volna, hogy annak a 80%-a valósuljon meg. Visszaérkeztem, kb. 80%-a valósult meg, én attól már boldog voltam. Jó, tehát, hogy ezt hozzáteszem. De ügyfeleknél ugyanúgy lehet azt mondani, hogy figyeljetek, 1 hónap szünet, sokan meg fognak várni, páran lesznek, akik lehet, hogy emiatt visszamondják, vagy esetleg később visszajössz, és lehet, hogy előre mondjuk értékesítettél szeptemberre, ilyen volt nekem is, hogy júliusban már előre értékesítettem szeptemberre, elmentem 4 hétre, számoltam alapból azzal, hogy lesz emiatt némi visszamondás. Jó? Tehát nem vagy 4 hétig, az előfordulás lesz visszamondás, ez okés voltam, utána beszéltünk telefonon, 2-3 visszamondásom volt szeptemberben, akiket már júliusban megbeszéltünk, előreértékesítettem, és a 2-3 visszamondásnál beszéltünk telefonon, tök jó beszélgetés volt 10-15 percben, oké, más irányba mész, tök jó. Lezártuk, az mi volt előleg, le volt téve, azt azonnal visszautaltam, és utána már arra koncentráltam, hogy valakinek értékesítsek, valakit hozzak be, nem arra koncentráltam, most őt meggyőzzem, ha már ő hozott egy döntést. Tehát, hogy ezt még így hozzátenném, csak hogy a realitás megvéljen bennetek, hogy azért van ilyen része, és ez nem csak is kizárólag lányálom. Nyilván, hogy elmegyek 4 hétre, annak van egy ilyen oldala, ami nem csak csupa pozitív dolog, de azt gondolom, hogy ezzel meg előre megint csak kezet fogtam magammal az elején. Úgyhogy ez az első. Kata kérdezte közben, hogy Roland, majd lesznek kérdéses részek mindjárt, jó? Lehet még kérdéseket feltenni, még ezekhez kapcsolatban, amiket ma beszéltünk, hogy lehet kérdéseket feltenni, és most szemezgetek, azoké az elsőség, akik írtak e-mailben. Tehát ezzel megyünk most egy kört, és akkor utána lehet nézni még dolgokat. Oké, nézek gyorsan még kérdést. Mi az, amit kérdeztetek? Oké. Ezt megválaszoltam, hogy lehet-e valaki katás és káftés, ezt megbeszéltük. És kérdezte, Roli kérdezte, hogy hogyan néz ki jelenleg a csapatot, kik alkotják, mi a feladatuk, és oké, álljunk meg itt, több kérdés van, kik alkotják a csapatomat. Jelenleg én, ugye tavaly csapat leépítésben voltam, most csapat építésben vagyok. Ez nagyon fontos, most több emberrel, úgymond az ismerkedési randevú fázisban vagyunk éppen, ismerkedési fázisban, és lehet, hogy el fogunk köteleződni egymás mellett. Ez most a mi fázisunk éppen, nekem nagyon sokat segít van egy ember, aki a csapatomnak tekintem, hogy így fogalmazzak, egy egyfős, magamon kívül egyfő, őt Ákosnak hívják, Ákos, aki az elétől fogva nagyon sokat segít nekem, és nekem van a párom egyébként, aki pedig Lili a párom, aki nagyon sokat segít a vállalkozásomba, és sokat segít abban, hogy én az épelmém az megmaradjon a vállalkozói munkában. Tehát, hogy igazából most így nézünk ki, és akkor rajtuk kívül, ők vannak ketten, rajtuk kívül vannak alvállalkozóikkel dolgozunk együtt. Tehát dolgozunk együtt, mint Facebook értés szakértővel, marketinges kivitelezővel, dolgozunk együtt még olyan emberekkel, akik mondjuk a bizonyos rendszereket, marketingrendszereket építenek nekünk. Tehát, hogy ővelük alvállalkozóként dolgozunk együtt, ők szabadúszók, tehát ők nem az én alkalmazottam, egyáltalán nyilván bárki ővelük együtt tud működni. Tehát ővelük dolgozom, én próbálok egy olyan, ezben nagyon fontos azt mondani, hogy én próbálok egy olyan, pontosan ebből kiindulva, amit az előbb elmeséltem nektek, én ott egyszer megégettem magam, és azt mondom, hogy egyszer oké megégetni magunkat, kétszer belemész, az már egy kicsit figyelmetlenség kategória. Van olyan is, de azért szerintem egyszer oké, kétszer belemenni, az már te kezd a figyelmetlenség átmenni. Tehát én próbálok egy olyan céget építeni, hogy amennyire csak lehet, kevesen legyünk. Most még ebbe az időszakba tutira. Aki tényleg muszáj, aki szükséges, és aki csak olyan, aki olyan kvalitással rendelkezik, hogy úgymond muszáj őt felvennem, őt veszem fel. Tehát, hogy így nyilván, ha valaki nagyon jó, akkor ő persze, de próbálom minél kisebben tartani az egészet, és emögött nagyon egyszerű, ami van. Emögött annyi van, hogy a vállalkozás növekedésének az alapfeltétele a minél nagyobb egyszerűség. Jó? Tehát, hogy ez akkor jó egy cég, ha minél egyszerűbb. Nagyon egyszerű példát mondok, jó, hogy ez miért így van. Gondolj bele abba, ha neked van egyszerre 7 legjobb barátod. Oké? 7 legjobb barátod. Hát nem tudom, és mellette van egy család, mellette esetleg gyerekek, stb. És a 7 legjobb barátod, mindenkit boldogát kéne tenni, mindenki ugyanannyi időt kellene tölteni. Kicsit nehéz, nem? Tehát, hogy a fókusz az életben nem véletlenül van, és nem véletlenül papolok ennyit egyébként a fókuszról, a vantingról, az egyetlen dologról, az mert vállalkozóként akkor tudunk jól fejlődni, akkor tudunk jól előre menni, ha minél egyszerűbb, minél kevesebb dologgal rendelkezünk alapvetően, például minél kevesebb szolgáltással rendelkezünk. És ezt azért mondom, mert ha van egy szolgáltatásod, amit csinálsz,
akkor arra a szolgáltatásra 2-3 év alatt fel tudsz építeni egy egész rendszert. Lehet, hogy ma egy az egybe dolgozó emberekkel, lehet, hogy a tanácsom révén elkezded sablonosítani a vállalkozásodat, és ahogy folyamatosan jönnek be az emberek, már egyre kevesebbet kell majd neked dolgozni az emberek, és lehet, hogy 2-3 év alatt eljutsz oda, hogy elkezdett például kiszervezgetni, és lehet, hogy még már csak az első konzultációt végzed az emberekkel, és az utókövető konzultációkat már mások fogják végezni, amiket mondjuk felvettél például. Tehát, hogy ez egy dolog, és ez azért fontos, mert itt egyetlen egy szolgáltatásod van, amit folyamatosan fejlesztesz. Első verzió, a második verzió, a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik verzió. Ha te 6 különböző szolgáltatásba kezdesz bele 2-3 év alatt, akkor garantálom, hogy egyrészt nem tudnak majd a neved mellé mit társítani, tehát ez egy nagyon fontos dolog, nem tudnak a neved mellé mit társítani, és folyamatosan mindent fel kell találnod majd újra. Mondok egy egyszerű példát, ha van egy szolgáltatásod, és az mondjuk egy 3 hónapos egy-az-egy program veled, akkor arra tök jól meg tudod írni majd idővel az e-maileket, amiket ki kell küldeni, ha valaki mondjuk feliratkozik hozzád, kiküld azok az e-maileket, és akkor azokat többet nem kell foglalkozni, ezeknek a dolgoknak jövő értéke lesz a vállalkozásban. Jó? Tehát, hogy de ha te folyamatosan lecseréled a szolgáltatásod, akkor mindig újra kell írni például azok az e-maileket. És azért 10 jó e-mailt megírni egy e-mail szekvenciához, az nem 2 másodperc, tehát hogy ezt azért hozzáteszem, és így elaprózódunk különben. Jó? Úgyhogy ezek azok, amiket tudnék mondani, törekedjünk a minél nagyobb egyszerűségre, amíg lehet, legyünk egyedül, maximum, én azt javaslom, ez többeteknek valószínűleg aktuális, hogy használjátok virtuális asszisztenst, ha ezt megtehetitek, 2-4 ezer forintos órabérekért olyan tevékenységeket, amelyek alacsonyabb hatásfokkal bíró tevékenységek, számlák kiállítása, vagy például e-mailek időzítése, social media posztolás, ezeket például ki lehet szervezni virtuális asszisztenseknek. És akkor ezzel tudtok nyerni időt, nyilván ha te 2-4 ezer forintért kiszervez egy virtuális asszisztensnek az e-mailek időzítését, vagy a social media posztolásra egy hónapra kiszervezett 2-4 ezer forint per óráért virtuális asszisztensnek, akkor ahelyett tudsz végezni olyan tevékenységet, mondjuk értékesítést, aminek ugye nagyon magas az órabére, jó? Tehát, hogy tudsz dolgozni ügyfelekkel, több ügyfelet tudsz dolgozni, be tudsz húzni még plusz egy ügyfelet, mondjuk lehet, hogy 250 ezer forintot jelent neked egy megállapodás. Tehát, hogy ezeken el kell gondolkodni hosszú távon, de mondom, törekszem az egyszerűségre, és én is úgy gondoltam, azért mondom ezt nektek, mert mi a legtöbb létező hibát, úgyhogy folyamatosan próbáltam tanulni, nagyon gyors volt a fejlődés, a legtöbb létező hibát emiatt elkövettem, ezt hozzáteszem. Tehát én is például, amikor először elkezdtünk együtt dolgozni Ákossal, akkor szinte azonnal azt mondtam, azonnal full time-ba, azonnal full fizetéssel, tehát hogy ez egy óriási hiba, ma biztos, hogy nem így csinálnám. Lenne egy 3 hónapos próbaidőszak, ahol megnézzük, hogy egyáltalán jól tudunk együttműködni, egy csökkentett fizetésért ebben az időszakban, megnéznénk azt, hogy mi hogyan dolgozunk együtt, és nem ebből full teljes időben venném őt fel, hanem akár ugye szépen behozva őt a világomba. Tehát, hogy ezeken elgondolkozni, sokszor azt gondoljuk, hogy úristen, sok dolgom van, azonnal fel kéne venni valakit. Felveszünk valakit, aztán rájövünk, hogy arra megy az időnk, hogy azt a valakit kell pesztrálni. Ez nem annyira jó dolog. Tehát amíg meg lehet oldani például virtuális asszisztensekkel, virtualadmin.hu, valaki írt a virtuális asszisztens, amíg ezt meg tudjuk oldani, addig ezt szerintem próbáljuk meg megoldani. Minél egyszerűbben a növekedés érdekében az a vállalkozás fog gyorsan növekedni, ami a lehető legegyszerűbb. Igen, és beszélünk itt a csapatról. Mi a helyzet a külföldi tervekkel? Tervezel tartósan kiköltözni? Ez volt a kérdés. Külföldi tervek. Hát egyelőre várjuk mi is, hogy mi lesz ez az egész helyzettel. Most nagyon nem tudok mit mondani. Szeretnénk költözni külföldre, meg szeretnénk több időt eltenni külföldön, de egyelőre várjuk, hogy mi a helyzet ezzel az egésszel. És valaki kérdezte, hogy mennyire viseltem meg a kapcsolatokat 2020. Ezt gondolom saját magammal való kapcsolatomra gondoltál, vagy elég keményebb volt szerintem mindenkinek, de sokat fejlődtünk, úgy gondolom. Párommal pedig a kapcsolatom az 2020 nagyon jó év volt, úgyhogy hála jó Istennek. Azt gondolom, hogy nem megviselt minket, és nem megőrültünk a karanténban, hanem egy jó év volt. Hölgyek, urak, lezártam az e-mailes kérdéseket. Most egy pár percünk, még egy 10 percünk, 15 percünk van arra, hogy most kérdezzetek. Jó, itt az a kaki kapja marja tulajdonképpen ez a történet, van kérdésekre most idő, erre maival összefüggően, ha valaki úgy érzi, hogy ő inkább szóban szeretne kérdezni, ezt is meg lehet tenni, akkor, akkor vegyétek le magatokra a némítást, de hogyha nem, akkor ne. Igen. De kedves, hogy jegyelek meg Norbi. Nem most kezdődik. Nem most kezdődik. Tomi kérdezte, hogy egyébként hogyan érdemes propagálni a termékedet a kezdetekkor, hogy elindulhasson Google Ads, és tárai.
De van egy olyan tipp, ami ezeken túl megy, olyan platform, ami bevált ilyesmi. Kérdezte Tomi. Igazából ez annyit tennék hozzá, hogy itt alapvetően szolgáltatásokról beszélünk, itt te terméket írtál, alapvetően mi szolgáltatásokról beszélünk, és itt nagyon sokszor, amit megint csak a kezdő egyszerűségével, amit én alapvetően az elején tanítok, az a személyes megkeresés és a személyes értékesítés. Tehát én alapvetően ezt tanítom az elején, most ugye ez nyilván Zoom-os meg telefonos értékesítés, de alapvetően az elején nem gondolkozni Google-be meg társaiba, mert egyrészt nincs is tőkéd, amit beforgass Google-be, másrészt meg nincsen online jelenléted. Tehát hiába forgatod be Google-be, nincsen kialakított 3-5 éves online jelenléted, a hirdetésekkel igazából sok mindenre nem fogsz menni. Tehát éppen ezért az első kör, a startup világban van egy ilyen, amit a 3F-nek neveznek, az a friends, fools and family, tehát a barát, a barátok, család és a bolondok. Ezt szokták mondani, hogy amikor először elkezded értékesíteni a szolgáltatásodat, őnekik kell értékesíteni a barátok, a családok és a bolondok. Én ehhez azt szoktam, amikor azon mondják a bolondok, mert még igazából nem bizonyítottál, de próbálsz értékesíteni. Én ezt szoktam azt javasolni még, hogy az elején tényleg írni kell egy 15-20 névből álló listát, akikkel kapcsolódtál az elmúlt években, együtt dolgoztatok, osztálytársak voltak, barátok, stb. Tehát már valamilyen fizikai kontakt volt közöttetek, és ezért egymás szemében néztetek, mert mi az alapja az értékesítésnek, a bizalom, ugye? Ezt nagyon-nagyon sokan ezt a dolgot elhibázzák, tehát azt hiszem, fals módon, hogyha én holnapra csinálok mondjuk egy 5000 forintos videós kurzus, ez sokan jönnek ilyen dolga hozzá, videós kurzust akar csinálni holnap, vagy már holnap utánra, 5000 forintosat, és akkor majd biztos sokan megveszik, mert 5000 forint. Nem azért vásárol, nagyon fontos megérteni, hogy az emberek nem alapvetően nem az ár alapján vásárolnak, hanem az emberek alapvetően azért vásárolnak, hogy te megdolgoztál azért a bizalomért, hogy ők vásároljanak tőled. Tehát ha te 1, 2, 3, 5 évig kimennyi, hogyan építi ezt fel, kommunikálsz social médiában, akkor el tudod azt érni, hogy az emberek megbízzanak benne, és vásárolnak tőled videós kurzust. Akár nem 5000 forintért, hanem akár több százezer forintért vásárolnak tőled videós kurzust. De ha ezt nem teszed meg, akkor nem fog egyszerűen működni, és a hirdetéseid nagy valószínűséggel nem fognak működni. Ezt nagyon-nagyon-nagyon fontos megérteni. Ezért javaslom én ugye az értékesítésnek mindig alapja a beszélgetés. És ezért javaslom én, például ezért javaslom egy az egy beszélgetéseket az ügyfelekkel. Ahhoz, hogy ezt az 1-2-3 év bizalomépítés social médiában, amiről most beszéltem, ahhoz, hogy ezt ki tud venni a képletből, ahhoz muszáj neked beépíteni konzultációs lehetőséget az ügyféllel. Tehát, ha valaki elkezd hirdetni, és nincs ez a jelenlét, ez a 3-5 év bizalomkialakítás, amiről beszéltünk social médiában, akkor azt kérem, hogy úgy optimalizáljátok a social médiát, beszélgetésekre optimalizáljátok a social médiátokat. Tehát a posztokba beszélgetésre hívjátok meg az embereket. A hirdetéseikben, a hirdetéseitekben beszélgetésre hívjátok meg az embereket. Tehát így tudjátok optimalizálni az elején. Mert amikor valaki leülved egy beszélgetésre, oké, nem követ téged 3 éve, és ezért nem fogsz tudni neki értékesíteni valószínűleg videós kurzust. De leülved egy 45-60-90 perces értékesítési beszélgetésre, átbeszélitek, hogy hol van, hova szeretnél jutni, tudsz-e neki segíteni, akkor őt el tudod érni azt, hogy ő lássa, hogy te ki vagy, van egy élménye veled kapcsolatosan, kiderül, hogy van-e köztetek kémia. Azért a szolgáltatás alapú vállalkozás, ne feledjük el, hogy csak olyan emberre tudsz együtt dolgozni, akivel rezonálsz. Azért olyan emberre nem tudsz együtt dolgozni, aki számodra antipatikus. Ez azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, vagy nem lesz annyira jó az a meló, hogyha folyamatosan igazából gyomorideggel mész azokra az alkalmakra, amikor együtt kell dolgoznotok. Tehát ezért javaslom ezeket. Ezért javaslom ezt a dolgot, hogy optimalizáljátok a social médiátokat beszélgetésekre, első beszélgetésekre, és így tudtok majd eredményeket elérni. Ehhez személyes értékesítésre van szükség, ami most nyilván ebben az időszakban Zoomot meg telefont jelent a legtöbb esetben. Oké. Nézem, hogy miket kérdeztetek. Kinga mondta, hogy időbeosztással kapcsolatos dolgokról fogsz még előadást tartani, hogyan osszuk be jól az időnket, neked vannak mentoraid, ha igen, akkor folyamatosan vagy időszakosan. Nagyon izgi a dolog, mert hogy jövő héten pontosan egy időbeosztásos webinár lesz. Jövő héten is fog tartani webinárt. Erre a linket be fogjuk rakni, egy időbeosztásos történet lesz, sőt úgy látom Ákos már be is dobta a linket. Tehát aki jövő héten szeretne erre érkezni, az csetben van, jövő héten ugyanebben az időben. Szerdán 8 órakor találkozunk, időbeosztásról lesz szó. Ehhez hozok történeteket, konkrét tippeket, trükköket. Jó? Úgyhogy ez a mi. Örülök neki, hogy örülsz, Kinga. Hogyan osztjuk be jó az időnket? Igen, nekem vannak-e mentorim? Vannak, persze, folyamatosan.
Általában az adott területre nyilván, amivel éppen foglalkozom, én mindig úgy szoktam gondolkodni, hogy én felépítettem magam, én számomra nem volt túl szimpatikus a közoktatás, és én sem voltam számukra, hogy így fogalmazzak, mert elég nehezen fértem bele abba a rendszerbe, és akkor én ma úgy gondolkozom, hogy én felépítettem tulajdonképpen, nem diplomáztam le, pont, tehát hogy ez tényleg itt a póker miatt ott hagytam az egyetemet is, és én mindig úgy érzem, hogy én felépítettem az életembe a saját egyetememet. Én nagyon érdekes tanároktól tanulok, nagyon érdekes emberektől tanulok, és azt tanulom, ami valóban érdekel, és olyan emberektől tanulok, akik, amikor oda megyek, akkor nem azt mondják, hogy hát ezzel semmire nem fogsz menni. Nem tudom, hogy kinek volt esetleg ilyen élménye, akár egyetemen. Én egyetemben még bíztam. Emlékszem, hogy beültem az egyik első órára, és beültünk az egyetemi órára, és megkérdezte a tanár, hogy mit szeretnénk, elmondták pár, hogy mit szeretnének elérni, és a tanár itt mondta, hogy biztos, hogy nem. Itt Magyarországon ilyen nincsen. Hát akkor mondom, akkor basszátok meg már, bocsánat. Tehát, akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor inkább megcsom a saját szerencsémet. Tehát, hogy így, ha itt ezt nem lehet, ezt mondod, de ilyen jó fejek vagytok. Úgyhogy ma már olyanoktól tanulok, akik el is hiszik, hogy amit tanulok tőlük, azzal elérhetek esetleg eredményeket, vagy elérhetem azt, amit én szeretnék. Úgyhogy én ezzel így gondolkozom, mint a tényleg egy egyetemet építenék saját magamnak. Én hiszek abban, hogy azért jó találni akár egy mestert is. Nekem is volt egy olyan ember, akit a mesteremnek tartok, aki úgymond a különböző életterületein, mint egészség, vállalkozásépítés, család, tehát a különböző életterületeken tudtam őrá példaképként tekinteni. Ez szerintem jó, hogyha van, jó, hogyha tudunk ilyen szemét állni, de azért sokszor sokáig kell keresni, hogy őt megtaláljuk. Egyébként inkább úgy szoktam tanulni mentoroktól, hogy megnézem, hogy mi az az adott dolog, amiben őtől tanultok, amiben ő hiteles, amiben ő jó, és hogyha mond tanácsot más dolgokba is, amik mondjuk nem tartom hitelesnek, hogy abban a dologban, például még egészség témakörében van nagyon jó vállalkozó, aki mondjuk az egészség témakörében nem fogadnék el tőlük tanácsot, de nagyon-nagyon jó vállalkozók. Tehát akkor azt mondom, hogy jó, akkor le kell venni azt, ami igazából nekem megfelelő, és azt el kell hozni magammal azt a tanácsot. Jó, tehát ezt még hozzátenném ez a dologhoz. És tényleg, hogy folyamatosan vagy időszakosan, az elmúlt majd amikor beszéltem a könyvelővel, akkor annyit mondott nekem, hogy azért neked a legnagyobb része a visszaforgatásnak az oktatásba ment. Tehát, hogy azért a céges költéseim legnagyobb része az oktatásba ment, ezt hozzáteszem. Én azt gondolom, hogy vállalkozóként, hál' Istennek, nem csak gondolom, ez is működött, vállalkozóként egy bizonyos ideig muszáj nagyon-nagyon intenzíven befektetnem a saját tudásomba, a saját bevételnövelő képességembe, mert ha ezt nem teszem meg, hogy nem tudok valószínűleg előrébb jutni. Tehát ez az, amit itt mondanék. Maximum ez alól annyi kivétel van, hogy mondjuk van olyan ismerősöm, aki kinézett magának egy mentort, még fiatalabb korában, és oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy figyelj, tehát hogy nagyjából bármilyen munkában segítek neked, amit csak szeretnél, fiatal ember volt a barátom, aki itt ezt megcsinált, nagyjából bármilyen munkában segítek neked, amiben ilyen admin munkákat leveszek rólad, e-mailek, elmegyek a postára, meg ilyesmi, és ezért cserébe mentorást szeretnék kérni. És annyira szimpatikus volt ennek az úriembernek, akiről beszélünk, hogy azt mondta, hogy mentora, és a barátom fiatalkorától kezdve kialakult ő közöttük egy mentori kapcsolat. Tehát néha így is lehet mentor találni, oké? Tehát, hogy ez egy másik dolog, de én alapvetően azért azt mondom, hogy az önmagamba való fektetést, én azért még nagyon mellé nem mentem, hogy önmagamba fektettem. Dani kérdezte, hogy Hali, Kínából rendelt termékek forgalmazásról hogy kezdjünk hozzá? Az őszinte véleményem kérdezett Dani. Volt egyszer egy mentorom, ő egy kérdés előtt azt kérdezte tőlem, hogy Dani, melyiket szeretni, azt mondjam neked, amitől jól fogod érezni magad, vagy az, ami a valóság, ami itt az igazság. És akkor igazából én azt mondtam, hogy hát, jó, mondd azt, amit igaznak gondolsz. Én is ezt tenném, Dani, mert azt gondolom, ez szolgál. Én azt mondom sehogy. Tehát igazából ennyi lenne alapvetően a válaszom, és tovább ugranék, de biztosan olyan, aki más mond. Krisztián kérdezte, hogy ingatlan bérbeadás magánszemélyként hogyan fér össze egy fullos katász szolgáltatással? What a question, micsoda kérdés? Ingatlan bérbeadás magánszemélyként hogyan fér össze egy fullos katász szolgáltatással? Hát ez egy jó hosszú dolog, ezzel most igazából így a következőre tovább ugranék, köszönöm szépen. És hogyha erről írsz egy e-mailt, akkor valamit lehet, hogy erre kitalálunk, de azért ezt jó át kell gondolni. Egy oktatás alapú workshopra, Dóra kérdezte, hogy egy oktatás alapú workshopra hogyan tudok jelentkezőket toborozni, ha mostanában a DM nem jön be. Ezt kérdezte Dóri. Mostanában a DM nem jön be. Oké. Nézd vissza, kérlek, a január 3-án tartott webinárt. Fenn van a YouTube csatornámon, YouTube Tusnádi Roland, és ott január 3-a, január 4-én raktuk talán fel, fenn van a YouTube-omon webinár. Arról beszélek, hogy van 7 lépés,
hogy keresd fel az ügyfeleket egy bizonyos szolgáltásra. Ezt a 7 lépést, ezt nézd végig. Lesznek benne DM-ek is, de vannak benne egyéb tippek is. Ezt nézd végig, ez a webinárnak így az elején van, az első körülbelül fél órába. Úgyhogy ez ez, amit javasolnék neked. Visszajátszás lesz, igen, Ákos bedobta ugye a webinár regisztrációt, aki a jövő héten is csatlakozna hozzánk, és utolsó egy-két kérdésre lesz majd, pont utolsó egy-két kérdés is van. Kata mondta, hogy nagyon szívesen, Dori, Kata mondta, hogy kérdezte, hogy Roland, tudnál tanást adni, hogy hogyan tudnék fejlődni abban, hogy eljegyen magamról, hogy megérdemel a magasabb bevételt, hogy a munkám értékes. Neked ez hogy ment az elején? Ketté bontanám ezt a válaszomat. Az egyik része az a beleizzadós kimondós. Tehát, hogy van egy ilyen beleizzadós kimondós része, amikor én még nem is hiszem el, hogy az ér annyit, de leülök, beleizzadok, mint az állat, tényleg ingeket fogyasztok el, pólókat fogyasztok el, és kimondom, ebbe tud az segíteni, hogy én nagyon előszeretettel alkalmazom. Egyébként azért az akadémiámban is beépítettem a számonkérés, a számonkérő partnerséget, de nagyon előszeretettel alkalmazom azt, hogy számonkérő partnerség esetén legyen egy ember, akit szeretsz, és akiben bízol, és ő vele legyen számonkérő partnerségben. Mit jelent ez? Mondd azt neki, hogy figyelj, Sanyi, mondjuk legyen az én számonkérő partnerem Sanyi. Figyelj, Sanyi, nekem lesz egy tárgyalásom a Gizivel. Lefogok ülni, most pont a Gizit látom, hogy téged választotta a Gizi. Lesz egy tárgyalásom a Gizivel. Én azon gondolkodtam, hogy adok a Gizinek egy 3 hónapos ajánlatot 250 000 forintért. De hogy én eddig még 150 000 forintnál soha nem mondtam ki nagyobbat, és egy picit cidrizik az, aminek cidriznie kell ebben a történetben. Figyelj, Sanyi, csináljuk azt, hogy Roli mondta ezt a hülyeséget a webináron, kipróbálom, hát nem működik. Csináljuk azt, hogy ha 250 000 forint alatt mondok ki összeget, akkor a 250 000 forint alatti összeget azt kifizetem neked büntetésként. Benne vagy, Sanyi? Sanyi azt mondja, hogy nyilván, hogy ne lennék bele, nagyon én ezzel nem veszítetek ezzel a története. Persze, ilyenkor korrektnek kell lenni, és azt kell mondani Sanyinak, hogy figyelj már, Sanyikám, azért ne legyél már tényleg, ne legyél már inkorrekt, azért légy szíves, te is valamit tegyél, és akkor ilyenkor Sanyi is azt mondja, hogy figyelj, én meg ezt halogatom, én akkor erre teszek egy, én is azért bemegyek ebbe a jéghideg vízbe, amiben most te beinvitáltál engem róla. Jó? Tehát, hogy ezt mondanám, és ilyenkor úgymond eltűnik az, hogy érkezik egy külső kontroll személy. Érkezik egy külső kontroll személy, tehát már nem csak rajtad múlik, és ez segít a félelmeink legyőzésében. Kettő pedig az, hogy ugye van, eltűnik a komfortzóna, mert a komfortzóna az, hogy ne tegyem ezt meg, ez diktálná a komfortzónám a túlélési ösztönöm tulajdonképpen, és hát igazából nem tehetem ezt már, mert eltűnt a komfortzónám, hiszen akkor egy fájdalom nyomás lesz, mert fizetnem kell. Úgyhogy ez az, ami erőszeretettel accountability challenge-nek hívjuk. Mi ezt előszeretettel használjuk nálunk, de több neve van, challenge buddy, stb. Úgyhogy ez, amit javasolnék neked, és akkor mondtam az érzelmi részét, ugye? Ez az egyik fele, amit most említettem, van egy érzelmi fele. Az érzelmi fele az pedig úgy néz ki, hogy nekem, és ugyanúgy azoknak, akikkel dolgoztam együtt, azoknak, akikkel kapcsolódtam, azért beszélek az érzelmi részéről a vállalkozásnak, mert azt látom, hogy annyira, tehát hogy van egy bizonyos szintje a vállalkozásnak, amikor már sokkal több stratégiára van szükséged, és tényleg mondjuk, nem tudom, értékesítési töltsér tanácsokra van szükséged tőlem. Van egy ilyen része, de ez általában ilyen 20-30 millió környékén jön el. De amikor a vállalkozó 12 millióért, 20 millióért megy, ott általában nagyon-nagyon sokszor arra van szükség, hogy tényleg érzelmi kezelés, érzelmi töltet történjen a tulajdonképpen, és ehhez egyébként jó szívvel ajánlom coachokat, kineziológusokat, terapeutákat, tehát én azt mondanám, egyáltalán nem szégyen, én azt gondolom, hogy elolvassátok jó pár olyan vállalkozónak, akár most kerültek ilyen évzárók is vállalkozóktól, azokat elolvassátok, nagyon sokan említik azt, hogy az önismeret, a coaching, a terápia, és hogy igazából ezek hogyan segítettek őnekik jobb vállalkozóvá válni hosszú távon. Úgyhogy ez az, amit én javasolnék még ebben a helyzetben, mert ez nem egy olyan kérdés, amire tudod, van egy ilyen azonnali gyors megoldás, hanem ez is ugyanúgy, mint egy vállalkozás fejlesztés, több hónapnyi munkát igényel. Úgyhogy ezért mondom a dolgot. Igen? Kicsit visszamegyek, és akkor tényleg ez a 2-3 kérdés. Jó, hogy ilyen? És akkor utána majd zárjuk. Zárunk egy utolsó
dologgal a végén, ami van egy utolsó születés, ami meglepetésem van. De utána zárunk, nem lesz hosszú. Ma nem megyünk fél 11-ig, mondkor, jó? Ezt hozzáteszem. Tényleg nem megyünk ma, esküszöm, mert még ma fél 11-ig. Próbálkozom. Tehát, igen, ezt beszéltük, most Katának válaszoltam. Igen, nagyon szívesen, Kata. És igen, Norbi mondta, hogy Roland, mit gondolsz a vállalkozások nevének levédéséről? Érdemes fizetni értek több százezereket, vagy kidobott pénz? Hát Norbi, én tényleg a nemes egyszerűségnek a híve vagyok. Én azt gondolom, hogy ezek az elején, amikor még nincs ott a potenciál, hogy valaki ezt ellopja, akkor ez igazából szerintem csak én ezt kidobott pénznek gondolnám. Jó, tehát a legtöbb szolgáltatás alapú vállalkozónak. Én azt látom egy hibának, hogy egyből tényleg űrhajót akarunk építeni, és azt gondoljuk el, hogy óriásiba kell kezdeni. És ezért nagyon szeretem sok mindenben nagyon szeretem a startup világnak a mentalitását, és ott például felszoktak tenni ezt a kérdést, hogy te emlékszel, amikor a Facebook elindult? Vagy emlékszel, amikor a Google az arra napra, amikor elindult? Nem emlékszel rá, senki nem emlékszik arra napra. Azért emlékszik arra napra, mert volt mondjuk 100 felhasználó, 10 felhasználó, vagy 100 felhasználó, és utána szépen az évek alatt nőtte ki magát. Oké? Tehát egy bizonyos ponton nyilván valószínűleg őnek is az az első feladatuk, hogy levédessék a nevüket, hanem valószínűleg ez már nyilván egy bizonyos felhasználó szám után kezdődött ez a történet. Jó, tehát én ezt tudnám erre javasolni. De mondom, ez nem azt jelenti, hogy ez a tökéletes válasz erre, de szerintem ez az, ami az elején egyszerűen annyira felesleges dolognak tartanám. Annyi jobb hely van, ahova ezt el lehet költeni, ahova ezt be lehet fektetni. Én nyilván, amit én tettem, az tudásba fektettem, oktatásba, valamint marketingbe. Ezek voltak igazából a dolgok, ami azt gondoltam, hogy legtöbbet hozta nekem. Zoli kérdezte, hogy live kursnak a webinárt akar tartani, hogy több embert érjen el, te hogyan csinálnád? Mi lenne a folyamata a webinárnak? Milyen témákkal? Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy egy webinárnál, ezért itt 50, 100, 200, több száz ember előtt akár tartasz előadást, ezért egy kemény formátum, főleg végigélőbe vagy. Tehát itt megint az, hogy fokozatosan növeljük a teljesítményt, fokozatosan növeljük a stresszt is, oké? Ez nagyon fontos, és ez annyit tesz itt ebben a történetben, hogy például az először úgy kezdeném, hogy egy szimpla Zoom linket kiraknék, és csinálnék egy privát Facebook eseményt, kiraknék egy Zoom linket, és először a privát Facebook oldalamra kiraknám, és semmi nagy dolgot nem csinálnék, az első webináron több boldog lennék, ha 10 ott lennének. 10 ember eljön az első webináron, 20 ember eljön az első webináron, hirdetések meg minden nélkül, csak azért, hogy kipróbáljam, én már nagyon boldog ember lennék. És ezt utána szépen lehet építeni tovább, és el lehet jutni oda, hogy például az 5. webinárod, ott már egy nagyobb hirdetési büdzsével rendelkezel, és az 5. webinárodra eléred azt, hogy folyamatosan akár egyre többen vannak, valamint ott már tényleg úgymond profinálsz ki az emberek elé, nem először tartasz webinárt, nem ott van az, ha elromlik a technika, akkor az nem olyan jó érzés, hogyha már sokan vannak ott, 5 embernél még ezt azért, 5-10 embernél azért megbocsátják az emberek, tehát hogy így, én ezért ezt javaslom, hogy mindig a fokozatosságnak a híve vagyok. Úgyhogy ez először szimpla Zoom link, csinálni egy Facebook eseményt, hogy akkor a webináron gondolkodtok, csináljatok egy webinárt, csináljatok egy előadást, vágjatok bele, nem kell sok, először 5-10-20 ember legyen ott ezen a webináron, és majd később lehet ezt fokozatosan növelni. Jó? Tehát, hogy én is emlékszem, azért az első, amikor már volt gyakorlatom Zoom hívások tartásában, akkor tartottam az első webináriaimat, de még így is emlékszem, hogy majdnem összetoltam magam az első előtt. Tehát úgyhogy tartottam már mondjuk 250 fős rendezvényt, egynaposat, tehát sok dolgot csináltam előadással kapcsolatosan, de mégis azért az első webinárom előtt úgy voltam, azért ez egy igen érdekes formátum. Úgyhogy ezt hozzátenném. Főleg, amikor nem látsz egyetlen embereket, az még egy még keményebb formátum, ami ezt gyakorolgatni kell, csinálni folyamatosan, akár kamera előtt beszélni, és egyszer rászoktatni magunkat, hogy ez működni fog. Jó? Tehát ezt tenném hozzá. Oké. Jó. Hölgyek, urak, ez volt a maink. Tehát ennyire, most már tudom, vannak még kérdések, köszönöm, hogy feltettétek. Következőben tud ez beleférni, 21.30-on egyszer normális időben fogok zárni, egyszer az életbe, tehát ezt ma meg fogom tenni. Viszont van egy utolsó dolog, mielőtt elrohannánk a mai webinárról. Zoli, nagyon szívesen, fokozatosság. Van egy utolsó dolog, mielőtt elrohannánk a mai webinárról. 2021-ben az elkövetkezendő, ugye, holnapi napon leszek 28 éves, erre gondoltam, csak kitálok valamit. Tehát, hogy azért már egyszer holnap van a születésem, csak kitálok valami dolgot, valami izgi dolgot. És úgy döntöttem, hogy a hétvégén, szombat, vasárnap
Megnyitok 28 alkalmat a naptáramban. 28 darab egyenként 30 perces alkalmat a naptáramban. Köszönöm szépen, Alessandro. Megnyitok 28 alkalmat a naptáramban, így 28 éves lettem én, mert alapból egyébként a hétvégén nem úgy tréninget tartottam volna. Tehát ez lett volna a születésnapi ünneplésem. Ezért szeretek dolgozni eléggé, ez lett volna a születésnapi ünneplésem. Tréninget tartottam volna a hétvégén, de mivel nem lehet most élő tréninget tartani, ezért elhalasztottuk ezt a tréninget február végére, bízva abban, hogy akkor majd tudunk élő tréninget tartani. De hát két nap alapból be volt írva, hogy a tréninget tartok, ezért úgy döntöttem, hogy 28 darab egyenként 30 perces időpontot megnyitok a naptáramban, és ezt a 28 darab 30 perces időpontot azt szeretném kérni, be fogjuk ide rakni a linket. Én az elkövetkezendő 90 napban nem fogom megnyitni ezen az alkalmon kívül a naptáram. Tehát ez nagyon fontos, az elkövetkezendő 90 nap, én nem, márciusig nem nyitom meg, így van pontosan, márciusig nem fogom újra kinyitni, és akkor sem biztos, hogy én ki fogom nyitni, mert most újra csapatépítésben vagyunk. Tehát ez az 2021-re, ha bárki szeretne velem együtt dolgozni, vagy az akadémia keretein belül, tusnadiroland.hu, vagy az akadémia keretein belül szeretne együtt dolgozni velem, vagy egy az egyben szeretne együtt dolgozni velem, vagy egy 12 fős Source nevezetű csoport keretein belül szeretne együtt dolgozni velem, tehát 12 fős csoport, ez egy nagyobb befektetés, itt ez akkor érdemes számodra, hogyha kata kimaxolás közelébe vagy már, vagy akár már át is lépted, tehát itt a következő szint, ez a 12 millió, ez a 8-12 millióról 20-30 millióra hogyan lehet fejlődni, az annak a szintje, az a Source nevezetű csoportom, ez 12 fős, itt már fele elment a helyeknek, tehát 6 hely van és márciusban kezdünk, ez biztos, hogy egy-két héten belül el fog menni egy-két héten belül az összes hely. Úgyhogy ezek a lehetőségek vannak alapvetően, hogy dolgozzunk együtt. Akadémiát akkor javaslom, tusnadiroland.hu ne tudod olvasni, az akadémiát akkor javaslom, ha jelenleg a vállalkozásod, vagy most kezded a szolgáltatás alapú vállalkozásodat, és meg szeretnéd tanulni a direkt megkeresést, amikről ma beszéltem, az értékesítést, a személyes értékesítést, amikről ma beszéltem, ebben az esetben javaslom, hogy az akadémiáról beszélgessünk ebbe a 30 perces hívásban. Ha úgy érzed, hogy szeretnél velem egy az egybe dolgozni, akkor ez nem egy olcsó mulatság általában, ám bár annál hatékonyabb módszer, ezt hozzáteszem. Ha szeretnél velem így dolgozni, akkor foglald be ezt a 30 perces hívást, vagy ha úgy érzed, hogy ez a Source, amit az előbb, a Source nevezető csoport, amit az előbb említettem, hív téged, abban az esetben, tehát ebben a 12 főben szeretnél benne, ez egy 5 hónapos program velem, Budapesten élőrendez, kétszer-két élőtréninggel, abban van privát hívás is, meg ilyesmit, ez egy 5 hónapos sztori, 12 főnek, ahol értékesítési töltsérek, social media posztolás, brandépítés, tehát ilyen mindenféle olyan finom téma van, ami nem fér bele a kata kimaxolásig, amire nincsen szükség. Utána van erre szükség. Itt tudunk még kapcsolatot. Tehát 3 út van alapvetően, hogy tudsz velem dolgozni 2021-ben, de az tuti biztos, mert csapatépítésben leszek ebbe az évben megint, most már egy tudatos döntés, ez nem olyan, mint régen. Csapatépítésben leszek, ezért most kinyitom a naptáram, legközelebb talán lesz egy kampány márciusban, ott még talán lesz pár időpont az én naptáramhoz, de az már egy bizonyos dolog kapcsolatban, az akadémiával kapcsolatosan. De az is lehet, hogy ott már nem nyitott naptárat. Szóval most, 2021-ben most kinyitom ezt a naptárat, 28 darab alkalom, 30 perces alkalmak, akik úgy érzik, hogy van benne egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk tudná-e téged szolgálni az akadémia. Sokszor megkapom, amikor az akadémiát értékesítjük, tusnadiroland.hu, akkor az akadémiát értékesítjük, akkor sokszor megkapom azt, hogy én mondjuk biztosítási ügynök vagyok, számomra jó-e, ingatlan ügynök vagyok, számomra jó-e. Ugye múltkor is, aki itt volt, a múltkori webinár, az utolsó fél az csak erről szólt, hogy mindenkinek egyesül megválasztott, persze neked is jó. Erről volt szó alapvetően, mert megbeszéltük, hogy ő neki hogyan lehet jó. Ezeken a 30 perceseken nyilván van egy kis időnk, hogy ezt átbeszéljük, és nem csak ennyit válaszok, hogy persze neked is jó az értékesítés, hanem tényleg megbeszéljük, hogy ez jó neked. Csak is kizárólag akkor adok ajánlat, csak is kizárólag akkor távozol ajánlat arra a hívásról, hogyha mindenképpen úgy érezzük, hogy dolgoznánk együtt. Jó, ez nagyon fontos. Tehát nem az a célom, hogy jó, nagyon örülök, ha 28-ból 28-an csatlakoznak egy gyerekek, ne vicceljetek. Hát én a magam ellenség, a pénzszerzem ellensége vagyok, dehogy is. Nyilván nagyon örülök ennek a történetnek. De csak is kizárólag akkor adok ajánlatot, hogy nyilván ezt mind a ketten egy hell yes-nek érezzük, mind a ketten úgy érezzük, hogy ebbe kapcsolódjunk. Jó? Úgyhogy ehhez 28 darab 30 perces időpontot nyitottam. Ákos kollégám most bemásolta ezt a chatbe. Ez a bit.ly/tr1:1 konzultáció. 28 darab 30 perces. Ezekre lehet lecsapni, lehet régi ügyfeleknek, jellegű ügyfeleknek is, akik egy az egyre szeretnének, vagy magasabb programban dolgozni. Ezen tudunk 30 percet konzultálni. Szombaton
és a vasárnapi napon. Úgyhogy ennyi. Hétfőn ünnepelek a családdal, addigra már igazából a hétvégén letudtam a munkát. Jó? Ezen tudunk kapcsolódni. Ha bárkinek az a kérdése, hogy és akkor pontosan jön neki, melyik lenne jó, melyik program lenne, légy Ákos, még dobd be a tusanyrand.hu-t az akadémiát. Tehát Ákos, hogy berakja az akadémia, mondom még egyszer, és ezzel zárom az akadémia, akkor megfelel neked, ha most nyitod a szolgáltatás alapú vállalkozásodat, vagy ilyen 200-300 ezer forint környékén vagy a vállalkozásodban. Alapvetően akkor megfelelő. Tehát, hogy ez az, amit nagyon jónak tartok. Ha ennél egy kicsit feljebb, akkor el lehet gondolkodni az egy-az-egy megállapodásokon, és ha ennél még feljebb vagy, akkor pedig el lehet gondolkodni a Sourcon. Három úton tudunk mi együttműködni. Ez a történetünk. Úgyhogy ennyi, amit hoztam volna a végére. Itt van a link, vagy találkozunk szombaton, vasárnap, vagy nem. Minden esetre mindenkinek köszönöm szépen, hogy ma este itt voltatok. Záró kérdésem mindig a következő, záró kérdésem az úgy néz ki, hogy mi az az egy gondolat, mi az az egy mondat, amit te mai napon magaddal viszel. Ez a záró kérdésem, ezt kérem, és köszönöm, hogyha megosztod velem a chatben. Mi az az egy gondolat, amit te ma magaddal viszel. Remélem, hogy sok arccal, akit most láthattam, sok névvel, akit most láthattam, a hétvégén találkozni fogunk, és meg tudjuk beszélni, hogy hogyan tudunk mi szolgálni téged a 2021-es évben, a mi alatt a céget értem, amiről beszéltünk, és a mi alatt ezeket a programokat, amikről beszéltünk. Andis írt, hogy soha nem szabad feladni, mindig tervezni kell. Dori írt, hogy megérdemel a sikert. Bence írt, hogy 80% gondolkodás, 20% stratégia. Giz írt, hogy minél egyszerűbb a vállalkozás, annál könnyebb növelni, növekedni. Erik írt a csapat kapszlokkal. Marianna írt a sablonosítsd a folyamatosan előforduló kérdéseket. Bernadett írta, akkor jó egy cég, a minél egyszerűbb. Maja, a nemes egyszerűség. Nagyon szépen ezt úgy fogtam egyébként megfogalmazni, hogy a mesterek útja a legnagyobb egyszerűség. István, 100-szor megpróbálni bármit, mielőtt dobjuk, mielőtt hagyjuk azt az ötletet. Mert tényleg ismétléssel lehet felülni. Leo írta, csak egy szolgáltatás. A siker és a növekedés legnagyobb gátja sok esetben az önszabotás, az önkorlátozó gondolatok, mindsetet, Nick írta. Sokat kell befektetni a tudásomba, írta Marika. Robi írta, boldoggá tesz az az irány, ami felé megyek? Kérdés, ugye ezt a kérdést vitette magaddal. Személyes értékesítés, köszi Roland, boldog szempont írta. Orsi, köszönöm szépen. Csabi írta, hogy ami eljutatott idáig, az nem juttat el odáig. Kati írta, hogy legegyszerűbben, Krisztián írta a mai nap alapján, jó úton járok. Hála Istennek, örülök, hogy ezt hiszed magaddal. Köszi a mai napot, happy birthday, köszönöm. Andi írta a sablonosítás, Zoli írta, hogy fontos az egyszerűség, és Kristóf írta, hogy az emberek jobban félnek a sikertől, mint a kudarctól, mert úgy lehetünk szocializálva, hogy nem szabad sikeresnek lenni. Az értékesítés alapja a bizalom, mindig úgy imádom ezeket a végén, mert olyan jó, olyan szép. Aki itt volt, ő érti, ez mindig egy kontextusból kiragadva, nem sok mindent mondana embereknek kint, de így nekünk, hogy beszélünk erről. Szerintem így elég jó. Az értékesítés alapja a bizalom, ugye mondta Zoli, pihenés kezdetének időpontja nagyon erős határidő. Sára írt, hogy kidönti el, hogy vezető vagy kérdője te magad. FFF, írt a Ricsi a startupos példa alapján, és Robi írt, fektesd be magadban, és boldog szépen napot. Nagyon szépen köszönöm nektek, és még egyszer köszönöm, ez mindig megtisztelő nekem, hogy szerdesténként, vagy akár múltkor vasárnap este, a szerdesténként fogunk menni valószínűleg ezek a webinárok az elkezdődő időszakban. Szóval, hogy mindenki otthon van, tehát úgy gondolom, hogy el tudjuk tölteni ezt az időszakot hasznosan, és ezért igyekszem ezekkel a webinárokkal folyamatosan jönni. Jó? Tehát, hogy ezeket ígérem neked, különböző témákat feldolgozok, de azért az igazi juice az a megvalósításban van, úgyhogy aki szeretné érkezni, az pedig láthatjátok a linket, ezt ki fogjuk még küldeni, ott még tudtok, Ákos még egyszer bedobta, becsempészte ide nektek, ott tudtok időpontot foglalni. Sok szeretettel köszönöm nektek azt, hogy ma itt voltatok ezen a webináron, és legközelebb egy hét múlva találkozunk a következő webináron, jó? Szevasztok, szép estét kívánok nektek, sziasztok! Szervusztok!